Tudod, mi történik idén ősszel? Nem, nem arra gondolunk. Hanem arra, hogy Magyarország leghallgatottabb rádiójának reggeli műsora, ahogy 7 éve mindig, idén ősszel is bejárja az országot. Mass FM Morning Show, Nagy Őszi Roadshow 2016. Láttad már a Morning Show-t élőben? Most ne hagyd ki, mert ki tudja, mi lesz. Lehet, hogy nyersz egy vadonatúj autót. Igen! Lehet, hogy nyersz egy laktózmentes tejjel telipakolt hűtőt. Igen! Lehet, hogy értékes akkumulátoros gépre teszel szert. Igen! Lehet, hogy soha többé nem lesz ilyen gigantikus élményben részed. Ez kizárt dolog, mert nem tudom. Sopron, Kaposvár, Baja, Eger és végül Budapest, ahol ráadásul a Dunán egy hajó leszünk. Valaki utánunk csinálja ezt. No. Klassz FM Morning Show, Nagy Őszi Roadshow 2016. A jövő héten elindulunk. Mit hoztál? Hoztál valamit? Nem? Semmi? Mindjárt kezdünk. Vegyétek fülös palát, jó? Mindjárt kezdünk. Kézzed, ezt hallanák egyszer, nem? Milyen durva lenne? Öcsém, az nagyon durva lenne. Figyelj, kezdünk. 6 óra után 18 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jani, Feri, drága hallgatók, hát itt vagyunk, hát itt vagyunk, mi még itt beszélgettünk, de ti ezt nem hallottátok itt egymással, de most már viszont itt vagyunk nektek. Hello, jó reggel! Jó reggel! Majdnem szétfagytam a megállóval reggel, azért ez a 14 fok egy pici széllel vegyítve már azért odavág, tehát ugye ennek most már semmi köze nincsen az indiai nyárhoz, ez már egyáltalán nem vicces. Ez már nem. Kedves hóleanyó. Szeptemberben a 15 fok nem kevés, csak fú a szél. Így van, de 14 volt. Ja. Igen, ami még dermesztőbb szerintem az a mindent átitató, a nadrágod alá beférkőző, így van. A kapándod alá bekúszó, sötét. Női kéz. Igen. Vagyis szatér van a megállóban. Nem, szóval hogy egyszerűen abból érzed, hogy nincs visszaút, hogy igen, egyrészt hideg van, kettő hogy ez a sötét. Már a harcra kész. És már a harcra kész, idegen egy együtt állítólag. Így van, magyarok ellen segítség. Igen, fogáinknak tartom egy. Szóval, hogy ez a sötét, ez rá kellett jönnöm, hogy végérvényesen. Végérvényesen vége a nyárnak, és már nem csak az volt, hogy világosba értem be, hanem végig sötétbe jöttem. Ezt leginkább abból vettem észre, hogy már nagyon sokan integettek szembe, hogy vegyem le a reflektort. Mondom, hogy van, igazatok van, kicsit erőszakosak vagytok ma reggel, de akkor lekapcsolom a reflektort. Szóval, hogy itt van, igen. És hát az eső mennyisége. Tegnap nálunk annyi esett, hogy sok. Hogy nagyon sok. Ami nem baj, nem kell locsolni legalább. Viszont, gyerekek, hát igen. Jön az ősz. Jön az ősz, viszont reggel jobb kedvűbb lettem, mert meghallottam a turnénk promóját, nagyon tetszik. Nagyon. Ez jó. A gyere el, nézd meg, meg ki tudja, mi lesz. Egyébként pont erről beszéltünk, igen, mielőtt jöttél, hogy milyen szépen összepakoltam mi Viktorunk. Igen, nagyon jól összetettem, és tényleg így van, hogy érdemes minket eljönni megnézni, meg ki tudja, mi lesz. Jövő héten ilyenkor már Kaposváron vagyunk, a Kossuth téren, szeptember 27-én, vadonatúj autót viszünk, rengeteg nyereményt viszünk. Bajager, Budapest, Sopron, ezek még a mai helyszínen kívüli. Vagy hát a jövő héten ilyenkor megrendezésre kerül helyszínen kívüli. És nagyon szeretnénk megkérni azt a nénit, aki az utolsó kaposvári állomásunkon, amikor szendvicset kellett csinálni, ott volt, emlékeztek rá? Jó fej volt. Jaj, szendvicset csinált. Nem volt szép a szendvics, de legalább finom volt, mert jók voltak az alkotó részek. Egyébként úgy... És óriás duma volt, tehát hogy ő mindenféleképpen jöjjön és jelezze, ha már ott van. Ilyen régi ismerőseket keressünk még meg. Simán, persze, gyertek el, találkozunk még egyszer, és hát ugye rengeteg helyszíni játékunk is lesz, tehát hogy mindenképpen érdemes, amellett is, hogy persze fotózkodunk, meg autogramkártyákat osztogatunk, meg nyakbalkasztokat, meg sapkát, meg mit tudom, meg amit találunk. Fokszor, meg amit találunk, így a gyertek el, mert rengeteg dolgot haza is vihettek, és lesz majd egy csomó hidegtál, meg sütemény, minden ezeket ti hozzátok. Bizony. Fölkérted őket a keringőre. Lesz egy csomó minden, amit szeretnénk enni. Hozzon már valaki nekem rizskokot. Az utolsó kitelepülés, amin ettem, az Salgótarjánban volt, és a beászony hozott rizskokot. És szerintem te minden kitelepülésen kapsz rizskokot. Nem, valahogy lesz azóta se. Azóta se? Nem, azóta se. Nem jó. És ez csodálatos volt.
Igen, az finom kis, finom kis zsicskó. Nagyon finom volt, és hát ő külön öröm volt, hogy a férjét nem hoztál. Igen. Elég az a tévében. Beászony, de állítson a férje otthon maradt, úgyhogy... Olyankor, amikor ez valakinél lálatok így fölmerül egy ilyen nagy meetingen, hogy jöjjön a Győzike, ott nem sikít föl senki, hogy ne! De igazából mindenki. De mégis kell. Mindenki, de van az a trash, amire jó. Tehát például egy belevalóra tökéletes. Sokszor a belevaló nézettebb, mint a VV. Ne viccelj. Tényleg. Ja, és azt vezeti, hogy győzi az estét. Azt csinálja belevalót, igen, egy darabot nem láttam még, de, hát, de azt hiszem, hogy abban van. Látok, nagyon szórakoztató. Tehát, hogy ha tudod úgy nézni, mint szórakoztató jelenség, és nem húzod föl magad rajta, hogy nem tud beszélni, nem tud ragozni, nem tud semmit csinálni. Igen, tehát, hogy van egy ilyen szürreális rémálom az egész. Tehát, hogy tényleg, álmok futás. Jó, nem jó, nem egyen. Rémálom, inkább szürreális álom az egész. Tehát az elejétől végignézed, és így nem érzed, nem látod, nem hallod az összefüggéseket a mondatok között. Tehát, ugye, ezt mondjuk nehéz szórakoztató elemként kezelni. Senki így nem vezet műsort az országban, mint ahogy ő hajt. Az biztos, hogy egyedi. Annak lehet, hogy nevezet. Bizony. De még nem látom, hogy nagyon durva, tényleg? De nem érted az egészet. Én nem nézem a VV-t annyira, hogy nem kedvelem. Nem érted az egészet, hogy nem tudod összerakni, hogy mi történik valójában. Honnan, hova tartunk, hogy most ezzel mit akart mondani, egyáltalán mit mondott, szavak, ha vannak egymás után téve, de nem állnak össze egy mondat, tehát olyan, amilyen mindig is volt. Olyan győz is. Igen, változni nem változott. Olyan győz is. Na jól van, drága hallgatók, hát akkor itt vagyunk, gyorsan egy-két SMS, csak hogy mi történt, kivel mi történt reggel, ki hol van, ki mit csinál. Azt mondja, hogy kérlek, fürdessétek meg a kis Janit a tengerben még így a nyár úton, utóbb biztos élvezni. Meghüldethetjük, csak én már nem tudom, milyen effekttel csináltuk a fürdetést. Volt egy ilyen kis tenger, várjál, vagy tenger, volt egy nagyon jó kis tengerpartjás. Volt valami tenger, jó, bekészítjük, és akkor ilyen beküldjük majd a napos partra. Beküldjük majd a vízbe. Lassú haladás Kőhíd a határátkelőjénél, 15-20 perc icu küldte nekünk. Aztán ez már az indián ősz, írja valaki. Hát, igen. Tudjátok, miért nem beszélnek egymással a gumicukrok? Há, Haribó. Mit vigyek majd, hólabdát vagy zapkekszet? Zapkekszet már 2 évvel ezelőtt kaptatok. Akkor a soproni Beatrix kérdezi tőlem. Hólabda, az mi az, kókuszgolyó? Nem? Én nem tudom. Kívülről meg van forgatva, leszel kókuszra szedik be, és olyan, mintha. Hólabda, vagy hólabdát. Hát, tudod mit? Is, és akkor összörnyel hangzik, hogy... A zapkesz borzalmas. Nem, nagyon finom volt. Az azóta is emlegetnek. Nem. Egyébként tényleg nem. Annyi mindent hoztak már nekünk, és nagyon hálásak vagyunk. Bármit hozzatok, az a lényeg. Bármit hozzatok. Sokan vagyunk, van egy csomó emberünk, aki segít nekünk, éhesek vagyunk, bárminek örülünk. Azt tudni kell, hogy soha nincs olyan, hogy megmarad. Kaja soha nem marad meg. Óriási stábbal megyünk, ott vannak ugye az építő srácok, akik állandóan flamosak, ők mindent megesznek, hogyha meg is marad. Hát igen. Mi azért igyekszünk, hogy nem maradjon pusztítani. Meg. Igyekszünk, hogy nem maradjon meg semmi, de azért általában, ha megmarad, azt ott hagyjuk nekik, és akkor ők annak nagyon, hát nagyon örülnek. Ami nagyon-nagyon durva volt, az Békés Csaba volt. De ott tényleg, tehát, hogy ott... Hát ott, figyelj, a nagy falum. Azért az nagyon súlyos, hogy 3 egész torta, volt egy csomó, hát ugye húskészítmények, amiknek ugye az egyik hazája Békés Csaba, az, aki ilyen nagyon finom, ilyen kis, hogy hívják, okat kaptunk ilyen nyers kekszeket, amikből aztán hoztunk ide még vissza a stúdióba, és a kollégák is kaptak belőle, tehát ilyen biovonal is megvolt, a húsevő ortodox vonal is megvolt, meg hát rengeteg sütemény, fú, hát az elképesztő volt. Láthatod, ott minden van, ott ilyenek az emberek, ilyen rendesek. Minden volt, jó volt. Igen, de az utolsó túrénk is, az egész minden héten, vagy minden állomás jó volt, Kazincbarcika, és tényleg a sok új helyre mentünk. Kazincbarcika. Kazincbarcika egyébként azért is nagyon jó, hogy felhoztad, mert azért számítani lehet rá, hogy nem biztos, hogy annyira jó idő lesz. Ugyanakkor, ami ott a Kazincbarcikán voltunk, azóta bennem semmiféle kétség nincsen a felől, hogy ha rossz idő lesz, vagy hogyha zúg az eső, vagy leszakad az ég, vagy jégeső, vagy hóvihar, vagy szélfúvás, vagy cunami, akkor is az emberek vagy tájfun, vagy ciklon, vagy orkán, vagy hurikán, vagy monszun, vagy gyakorlatilag bármi, akkor is jól fogjuk tudni érezni magukat, mert Kazincbarcikán szakadt ez eső, és szenzációs volt ennek ellenére a műsor is, meg szenzációsan sok ember volt, nagyon nagy volt a feeling, úgyhogy senkit ne akadályozom meg a rossz idő abban, hogy nézem, ha lesz. Hétfő napsütés 22 fok, napsütés 22 fok, szerda nem beszélünk róla, csütörtök napsütés 21 fok. Tehát nem tűnik rossznak egyelőre. Szóval mond, az nyilván napközbeni, tehát ilyenkor reggel azért ott is meg lesz a 14, meg 10 is. Csipős lesz a reggel, így a szerda baja. Ugye?
Jól emlékszem. Igen. A szerda baja. Hát jobb lenne, mint a csütörtök baja lenne. Legyen hát, ez inkább a szerda baja. Szerda baja. Jó. Ez Haribo volt. Igen, ez Haribo, ez csak Haribo. Jól van. Na, gyorsan még egy-két SMS. Azt mondja, hogy regged, hólabda, kozáksapka. Kozáksapka. Kozáksapka is jó egyébként. Bár nekem nagyon régen volt már egy idejű trémmel. Igen. Egy ideje már vágod. Sövény vágó van. És van egy klasszikus, nem nekünk jött SMS, nekem ez nagyon tetszik. Csak szólok egy percet, nem aludtam az őrült kutyád miatt. Ti aludtatok? Ma cserélünk az én kutyám ugat majd a te ablakod alatt. Ez egy jó szomszéd. Mm-hmm. Jó, igen, szomszéd, nem nekünk viszont jött ez egész biztos. Igen, kicsit mellé ment. Egyikük sem érintett a témában. A kutyád. Igen, nem, a miénk az nem ugatott. Nekem azért, mert nincs egyébként. Azt mondja, hogy a tízes után most elveszett, gondolom a Robert Károly felújítás miatt sor vége már a Pilisvörösvárnál áll. Már most, gyerekek, 6 óra 27 perccel? Te jó Isten! Halásztelek 6-kor elesett, az 5 perces utat Budapest határáig 40 perc alatt lehetett megtenni. Errefelé nem akartok lobbizni a körforgalom? Mi van halásztelkem? Hát mi nincs körforgalom, nincs. Azt tudjuk, meg dugó van. 40 perc reggel, és egyébként 5 de miért? Perc. De akkor még nem szokott az dugó lenni. Hát lehet, hogy valaki ott oda csattant valahova, onnantól kezdve tudod, hogy kész. Olyan, igen, van. Na jó, van, hogy a állunk? A hólabda másnél a kozák sapka írja Beatrix egyébként, ő is csatlakozva az előző SMS-et, és zapkekszet a könyörögnétek sem viszek ezek után. De nem is könyörögtünk. Nem. Igen, az zapkekszet én is szívesen kiadom egyébként, szóval az úgy nem tűnik túl izgalmas. Nem, mert az nem ilyen, de a hólabda másnél a kozák sapka az jöhet. Az abszolút jöhet, igen. Én szuper fagyizom mellett lakom, én fagyit viszek két megyét, utazom, ha elfogadjátok mindent. Nyugodt, persze. Fog be egy jó fagyi. Melegben nem fog már megolvadni, attól nem kell félni, úgyhogy jöhet minden. A gyerek ezzel zsibasznál a pokóta. Rossz a torka, nem ehet fagyit, azt mondja, hogy akkor felmelegíti. Meleg fagyi? De egy bizonyos torokfájása jó a hideg fagyi. Sőt, azt kell. Tehát, hogy az milyen fokú a torokfájása. Egy bizonyos, csak nem tudjuk, hogy ez a bizonyos, én nem akarok rádobni még egy lapáttal. Szokták ajánlani orvosok is torok gyulladása és a fagyit. Tehát ez tök jó. Lehet. Nem mandulat műtét után van az csak? Mert azt tudom, hogy akkor viszont lehet is, tehát hogy az jó hűti, egy torokgyulladásra. Ah, azt szokták mondani, hogy fene se tudja azt, hogy nekem is kicsit kezd fájni a torkom, mindig iszom a méteget és elmúlik. Fene se tudja, hogy ez akut mi van. Akut kezelés. Szokták ajánlani, kínjukba lehet. Igen. Legyen valami ütörés, priznic. Igen. Jól van, mi volt tegnap? Ja, tegnap nyertünk, ugye? 1-0. Nagyon nagy harcot vívtál. Annyira, aztán meg is szólaltam, majdnem. Majdnem meg is szólaltam, és a játékos bajba keverte önmagát, és ezzel tulajdonképpen kikapott. Úgyhogy, ha szeretnétek szépíteni, akkor hát akkor tessék nekünk megmutatni, hogy erre képesek vagytok. Jó, lehet jelentkezni a játékra. Itt Ákos elmondja a híreket, aztán mi pedig visszatérünk. Menjünk vécére, mindjárt jönnek fel a biztonsági őrök akilni. Jézus Mária, akkor még most elmegy gyorsan. Rántok egyet a budit. Pontosan 6:30 van, jövünk Ákos hírei után a játékkal, írjatok SMS, mi pedig jövünk mindjárt. FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek, drága hallgatóink, itt vagyunk, és készülünk a játékra. Szigethalom meg Halásztelek 0-24-ben járhatatlan dugó miatt, körforgalom nem segíti, amióta Szigethalomra letettek 2-t is, 4-szer akkora a dugó, ez Laci küldte nekünk. M3-as bevezető haldokli, kerülni kötelező, de miért? Felújítás. Úgyhogy az azok. Hát akkor azt ott most mindenki kerülje el. Mindenki kerülje el, mert baj lesz. Ott fogtok állni. Nagy baj. Ott fogtok állni, dugóban nagy mindenki baj lesz. Kerüljön el minden. Mindenki kerüljön el mindent, így van. Na jó, van, megnézzük akkor, hogy ki a 7 második játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel! Hello, sziasztok, jó reggel! Jó reggel! Hello, hogy hívna? Gianni. Hogy megy az étterem? Így van. Gianni. Remekül, de én ez a másik Gianni vagyok. Jó. Másik Gianni. Honnan hívtál minket?
Budapestről tényleg szerintem 11. kerület. 11. kerület Budapest. Jól van, oké. És választottál játékost? Igen, Balázs, téged szemeltelek ki. A rég múltunkra való tekintette. Milyen múltunk? Jártatok? Rég. Nem. Régen már ezelőtt 8 évvel még találkoztunk, így nagyon messziről. Azóta meg folyamatosan mindig találkozunk, csak én mindig a háttérből követlek. Persze, tudom, megvan, igen, 8 évvel ezelőtt tudom, hogy igen. Ott messze volt, de... Hát ezt a játékra hagytam ezt a dolgot, mert akkor nem tudlak kizökkenteni ezt a dologból, úgyhogy... Álltál egy virággal a kezedben, Móricen, én odaléptem. Igen. Szájön csókoltátok egymást. Mondtam a jelszót, Fidelio. Te rám néztél, és azt mondtad, így van, a jelszó Fidelio. Igen. És aztán onnantól kezdve elindult a közösség. Balázs, és te meg azt mondtad, hogy forever love. Igen. Na jó, akkor meghallgatjuk majd, hogy hol találkoztunk. 8 évvel ezelőtt. Oké, Jani? 3-2-1 fire. Na, itt vagyok. Na, mond. Na, régen, kedves testvéreddel, amikor tanultál gokártozni, akkor találkoztunk a Tiszkerbe egy gokártpályán, és testvérednek sokkal jobban ment a történet, ez téged egy kicsit rabossá tett. Azóta megtanultál gokártozni? Hát kérdés, hogy mi számít megtanulásnak. Hát vezetni jól vezetek. Te gokártozol? Vagy gokárt oktató voltál? Vagy mi voltál ott? Én hobbi szinten gokártoztam akkor, egy ilyen 2 évig. És ott, mint pályabíró tevékenykedtem. És most is ezt csinálod még? Vagy valami? Nem, azóta már... Ott a vége, már jól kizökkentelek, kisfiú. Ennyi, gyerekek. Engem azért nehéz megverni, sőt azt is mondhatnám, szinte lehetetlen. Ennyi, gyerekek. Hát mindig megvan az új technikám. Hagyom őket kibontakozni. Beszéljenek, csak beszélnek. Hagyd lovalják bele magukat a történetbe. Aztán, mint a kesselyű, megérkezek, lecsapok. Hát a mostani munkámmal kellett volna kezdeni, akkor jobb lett volna. Lehet, igen, lehet. Ez a régi érzelmileg felkavart, ez a régi történet. Teljes mértékben. Úgy éreztem, hogy felkavart érzelmileg. Már ott elkezdett billegni az egész sztori, hogy tanultál, hiszen mindig csak tanítottál gokárthoz. Igen. És mi a mostani munkád? Kérlek szépen, vizuál technikus vagyok. Kirakatrendező? Nem. Mindenféle fesztiválok, műsorok, tévéműsorok, meg egyéb dolgok van, amit a kledet látsz és kivetítést az, ami én. Az igen. A becsárját. Na jól van. Oké, hát figyelj. Hát köszöntöm szépen. Mit tudnék mondani, Gianni? Amivel megvigasztalak, nem sokat. Hogy nagyon lát, semmit, nagyon majd integetek a háttérben. Igen, integetsz a háttérben. Giannikám, köszi, legközelebb, ha lesz. Rendben, jó? Köszöntöm. Szia. Okay. Köszi. Ciao. Hello. Gyerekek, ennyi, 2-0, viszem a hetet egyedül a hátamon. Hát, sokat nem kellett csinálni. Tegnap nem kellett sokat csinálnod, de ez a mai szép volt. Fantasztikus az átlagom, újra visszatértem. 2-0. Ennyi. Honnan tértél vissza, mert ne haragudj, mert volt jól emlékszem, akkor a szemétdom mellé űztek a hallgatókat, rányadom mellett álltál. Volt egy ilyen hullámvölgyem, de most az utóbbi hetekben megint elpuszíthatatlan vagyok egyszerűen. Igen, most lenyomhatatlannak tűnök magam előtt. Most azért arra vigyázz, hogyha megint forgatsz majd, és lesz olyan műsorod, ahol van vizuál technika, hogy Giannine, hogy azt írja mögét, hogy te hülye. A kérdés helyett. Gyerekek, ennyi. Hát ez igen. Mit csináljak most még, hogy most mi van? Pihenjek már? Vagy nem, de holnap is most mindegy. Most már össze kell hoznod a Grand Slam-et. A Mester 3-as. A fekete fehér, igen, nem Grand Slam. Nem, az 5-ös. Akkor Mester 5-ös. Na, ez Mester 5-ös, így van. Úgyhogy nem csináltam nagyon semmit egyébként. Hát a tegnap, ma azért bele-bele piszkáltam egy kicsit tegnap. Tegnap szinte semmi, de hát látod, hagyjuk el beszélni. Vannak ilyen karriertörténetek Magyarországon, hogy pont úgy kezdődött, nem csináltam semmit, ezt még. A technikám, hagyd őt beszélni, úgyis leszakad a szakadékba, úgyis lesz volna a szakadékba, és nézzek, hogy működik. Hát. Én üldögélek a dombon, lógatom a lábom bele a szakadékba, valaki elsétál mellettem, és önként beleugrik. Hát én lögtem. Megfognád, de már akkor nem ez tegnap volt, ma csak finoman félreléptél. Ma nagyon szaladt, igen, és aztán csak arrébb léptem, igen. Gianninak adjatok még 8 évet. Na jó van, drága hallgatók. Oké. Azt mondja, hogy szépen viszed a hetet, Balázs, de én már egyszer lenyomtalak titeket, még visszatérek. Üdv a kakaós csigás lány Sopronból. Ó, a kakaós csigás lány. Hát gyere élőben Sopronba, mert jövő héten hétfőn ott kezdődik az utolsó turnénk. Kakaós csigát, te lány. Te lány, így van. A rádió és a Klassz FM utolsó turnéja, Deák tér, Sopron. Na, jövő hétfőn ott kezdünk.
ilyenkor már annyit reggeliztem, hogy már beszélni sem tudok. Igen. Hozzá kell hozzászlálni a kaját. Ne Sopronba legyél most. Egy fél mondatot tudsz majd mondani. Még egy zsült rak be, vagy zenét, vagy mi van. Még valami zenét. Ákosnak szóljatok, legyenek hosszabbak a hírek. Igen, ilyenkor már ne Sopronba, ilyenkor Kaposvár már gyerekek. Kaposvár. Kossuth tér. Baja-Eger Budapest. Rákövetkező nap pedig Baja, és megint elmegyek túros csúszát enni. Igen, jó tettél? Fú, nagyon. Nagyon jó volt? Jó volt, igen, volt egy ilyen kis halászcsárta. Hát gyerekek, de fú. Cukrosan etted, mi pörc nélkül. Hogy, igen. Istenem. De csodálatos volt. Csodálatos házi lebbencse. Jól is hangzik az. Na jó, van, elmegyünk egy picit újra hírezni, 4 perc, pontosan 7 óra, ha közlekedési életek van. Gyere már! Ne kiabálj vele, van még 4 perc. Gyere már ide. Sőt, erre gyere, erre gyere. Nem megmondtam, hogy ne gyere be, meg ne gyere erre. Mama marad. Nem helyén marad. Mama helyén marad, igen. Na jó, hírezünk, aztán jövünk vissza. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel. Drága hallgatók, mi volt ez a nyálas rock? Mi volt ez a... Ez 20 évvel ezelőtt a legnagyobb kínszenvedés lett volna. A kínszenvedés. Ki volt ez a nyál? Mi baja van? Miért nyávok? Mi az Isten baja van neki? Tényleg? Hát mi a fene baja van? Hát most... Nem is értem. Mit víjogtatják azt a gitárt? Hát nem is értem, komolyan mondom. Hát mi volt ez a... Mi volt ez a fos? Hülye vagy. Hogy mondhatod el, hogy te tényleg? Tehát, hogy értem én a viccet, de hogy ezek az emberek azért úgy tudnak zenélni. Írják hallgató, hogy jó volt ez az Exotic. Igen, és hogy Pataki Attila is. Trabantos állni. Pataki Ati visszatér. Mondom, legyen valami, ami nem fáj senkinek, tehát tényleg. Jó, jó kis Stradivarius. Jó Stradivarius, meg mindig örül az ember. Nincs ezzel baj, nem? Egy jó Stradivarius, hogyha értülnek. Nem, hát persze, hát ez is egy stílus. Dicsér még. Na, gyerünk. Mi van még a tarsolyban? Adjál nekik. Igen? Jó, gyerekek, nézzétek, hát a világ ezért színes, mert van ez is, meg az is. Vannak ilyen rolyar, de nem, mert ez dalamas sok. Persze. Most az jön, hogy mit csinálják, szegény finnek alkoholisták csak ilyet tudnak. Igen. Most ez... Jó, Feri egyébként tök jó megfogalmazta itt az elmúlt pár percben, hogy mit csináljanak. Az év nagy részében sötét van, vagy pihennek, vagy gyakorolnak. Na most a Stratovariusnak a tagjai inkább gyakorlással töltötik az idejüket, úgyhogy azért van egy kis mozgás, van egy kis játék, van egy kis tudás azokban az új begyekbe. Azért az hallatszod. Igen, jól hegedültek, elég mit csináltak? Igen, elég tehetségesek. Jól benjóztak. Brácsásznak, annyira jó brácsások mind a négyen, hogy... Volt az a négy, ki volt az a négy, aki mindig metalik a számokat dolgozott, vagy hegedű? Apokaliptika. Apokaliptika, igen. Ők például voltak a szigeten is, van, amikor felléptek, igen, a szigeten. Igen, négy csellós. Hát... Igen. Nem ugyanaz, mint a Metallica ad, ugye? Igen. És azért érdekes, mert mondjuk, aki a klasszikus zenét szereti, az attól nem fog elmenni Apokaliptika koncertre, hogy ott négy cselló van. Igen, egy érdekes. Jó. Vannak, meg voltak saját számaik is, de alapvetően miért szeretted? Mert Metallica-t persze. Tehát, és akkor dünnyögted ott halkan a szöveget, mert azt az nem volt. Sose volt. Nem volt, ide volt, később már voltak olyan számok is, amikben volt ének is, de az alapok, amikor még annak idén elkezdték, azok tényleg csak. Igen, de a Zeneakadémián például Apokaliptika koncerten nem headbangálsz, ugye? Tehát nem illik oda. Nem. Valahogy. Nem passzol. Ugyanakkor azért érdemes meghallgatni például a szimfonikus és Metallica albumot. Tehát, de ott játszik a Metallica, az persze, szimfonikus, persze. Hát azért az más. Más dolog. A kedvencem volt a klasszikusok popritmusban, a 80-as években, nem tudom, meg volt-e nektek hogyne. Lemezen. Hát azt figyelj, hogy klasszikus zene, és valaki alá kevert egy ilyen jó szintetikus dobot, meg mitén kis gitár volt, és akkor lehetett. Óriás kasza. Óriás kasza. Ezt magyarok csinálták? Persze, igen. Magyarországon. Klasszikusok popritmusban, ez volt az albumnak a címe, nagy lemez, és egy hát gyakorlatilag olyan dalok, amit tényleg mindenki ismer, a klasszikus zenéből, a Vivaldi 4 évszak, meg ezek, és alatta megment a tucsá, és akkor ettől pont. Mindig kirigyeltem azokat az embereket, akik rá tudnak találni a piacnak egy olyan szegmensére, ahol még nincsen kínálat. Igen. És akkor jöttek ezek a, hogy hívják, a klasszikus a popritmusba, meg jöttek a hupikék, törpikék, meg jöttek a füstifecskék, meg ilyenek, és ilyen 100 000 számra adták el a lemezeket belőle.
De tényleg. Óriás aknizás, hát a füsti fecskék. Figyelj, minden falunap az övék volt. A magyar Slipknot, mindenki hogy hívják volt? Maszk. Mindenki maszk volt, nem lehetett tudni, hogy kik játszanak, és elmehetek bárhova, bármikor. Hát egyszerre több helyen léptek fel. Persze, legjobb. Olyanok voltak az Irigy Holajmi, 8 vagy 9-en voltak, és három helyen volt az országban egyszerre Irigy Holajmi koncert, mindenhol csak hárma mentek el. Mert egy falunapra nem kellett, hogy így van. Ott legyenek 9. Csak ott mondjuk a két sipost meg tudtad különböztetni egymástól. A füsti fecskéknél fogalma sem volt róla, hogy ki kicsoda. A Forgács Gábor benne igen, volt. Ő volt. Hangnak. Ő volt az hát igen. Hát a Kozsónak volt a Tabu, ugye? Emlékeztek, nem a Tabu zenekarra? Abban is az volt, ki. Zseniális volt, ott tök mindegy, bárkit kirúghattál, mert max. Mert négy új ember, senki nem ismerte őket azban. És amíg lettek volna slágereik is, akkor jó, hát is volna. Nem lehet. Igen, akkor még jó is lett volna, igen. Na jó, van, nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink kora reggel. Azt mondja, hogy van egy csomó, mi a zenére vonatkozik, de azt már kibeszéltük, azt mondja, hogy tegyétek már ki, léci a Facebook oldalra, hogy Egerben hol lesztek, sajnos nem tudlak hallgatni, de Egerben szeretnék ott lenni, szép napot, Csillam. Gyere, csütörtök. De várjál, nem tud minket hallgatni. Azért mondhatjuk persze, hogy csütörtök Eger Gárdonyi Gézatér, de akkor tegyük ki neki a Facebookra. Hívd föl. Tényleg. Jó, várják. Csörjünk le, és akkor mondjuk el. Igen, és ha nincs rádiója, akkor viszünk neki egyet. Igen. Az M2-es Ödligettől arra szól. Jó. Te fizeted. Jó van, megveszem. Nem. Hát most azért egy ne, de világmárka legyen. Asztali rádió. Nem egy tétel. Jutassunk el neki egy rádiót, azt mondod? Persze. De ne Sanyi legyen. Na, Józsefvárosi menni. Sanyi? Néha fogja a klasszemet, mert engem az se zavar a Zoli. Hát most mindegy. Az, hogy M2-es Ödligettől arra szól, Budapest felé minden reggel nem ehhez szoktam. Ezt Svert küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán... Teszek. Hello, Balázs, Csilla, szia, jó reggel! Szia, jó reggel! Hello! Szia. Hello! Szeretnél ott lenni Egerben? Tényleg ezt írtad nekünk? Nyaj! Szóval mégsem? Ne legyél már ilyen hallgatag, Csilla! Olyan kis passzív vagy ma. Olyan kis, annyira kiszótlan vagy. Csilla, eltűnt? Eltűnt. Rövid beszélgetés volt, nem igen, tartottunk. Igen, nem én alapvetően szeretem a hanyagdőlös lányokat, de hogy... De hogy ennyire gyorsan. De ez a fajta passzivitás azért már zavar. Legalább egy pici ismerkedés legyen az elején. Próbál meg újra az ülét. Igen? Csak most már kíváncsiságból, hogy megijedt, és azért tette le, vagy csak simán megszakadt a vonal. Nem nézzük meg. Maláshoz! És most újraélesztik. Nyom föl az alázenénket, mert ugye ezzel kell tanulni az újraélesztést. Ja, az ütemet. Ez az ütem. Igen. Bratislava. Igen, eltűntél. Igen, mert buszon vagyok, és nem nagyon van térerőm. Ja, mész buszon. És hogy nem tudsz minket hallgatni? Hát a munkahelyen sajnos nem lehet. És fülhallgatón keresztül se? Hát nem, sajnos. Szóval mit csinálsz? Mi a munkád? Varadába dolgozom. Nem engedik, hogy szóljon a zene? Sose értettem. Engedni engedik, csak... Csak Petőfit? Nem. Dankó, csak a Dankó, semmi más. Csak a Dankó rádió szólhat. Tehát zene szólhat, de rádió nem? Tehát, hogy mi nem szólhatunk? Nem igazán hallanánk. Mert megmondom őszintén, elég beszédesek vagyunk, és szeretünk jókat beszélgetni. Néha hallgatunk persze, de nem mindig sikerül. Aha, szóval megy a plegykálkodás akkor. Értem. Figyelj, Csilla, mondjam akkor a helyszínt, hogy hol lesz? Igen, légy szíves. Gárdonyi Géza tér. Jó, rendben. És jó. Most akkor mondom az egri helyszínt is. Nem, az az egri helyszín, és szeptember 29, tehát csütörtök. Jó, gyere ki. Jó, rendben. Jó, ez az utolsó turnénk így ebben a formában. Aztán többet nem megyünk. Nem ám jó, utána. Rendben. Jó, mindenképp ott leszünk. Puszi. De megjegyezted? Én is köszönöm. Megjegyezted? Igen, Mózs, igen. Gárdonyi tér. A gyalgatás, hogy talán jók, ha itt mondta. Nem jegyeztem, köszönöm szépen. Puszi. Puszi, hello, sziasztok. Miért éreztem úgy, mintha le akarná tenni? Mert te le akartad enni. Miért éreztem azt, hogy... Valamit le akart rázni. Hogy le akar benne rázni. Lehet, hogy itt egy hülye az elszóra között, hogy ő a Balázs. Hívjuk fel újra. Rögtön átláttam rajta. És ez menet ízik. Na jó van. Oké. Okay. Szerintetek azon gondolkodom, hogy a pozsonyi kiflit hogy hívhatják Bratislavában? Most tényleg ez ugrod be. Mert addig... Hát akkor hogy... Pesti. Pesti csavar. Csak dalcból? Mert ott nem ez a neve, arra gondolod? Igen. Nem? Bratislava Kliflová.
Diplomát. Nem, igen. Csak te nagyon rosszakat. Bratislava, az a kanyerka. Bratislava Kebová, az a pozsonyi kenyér, és a Bratislava Kiflová, az pedig... Az a baj, mert nem emlékszem, hogy mi a kifli. Hogy kell, tehát nem nyilván, azt mondod, hogy a pozsonyi megsértődnek. Hát igen. Lehet, hogy ők viszont akkor tényleg valamit Budapesttel kapcsolatban mondanak, nem? Na mindegy. De egy Laci hozta, nagyon jó. Kértek? Nagyon átsingozva nézed. Hát most már így nem annyira. Uh-huh. Megkóstolod? A Bisza, várja, belenézek az adás, mert olyankor szokott hozni ennyi mindent a Laci, amikor nagyon gyenge. Felhozatlan. Jaj, Laci! Laci, de rendesen. Hát de tündér vagy, tényleg. Várjál már. Nem kellett volna. Mi ez? Mit hoztál? Drága? Hú, te jó. Mi az? Bratislavaszka, kiflovat. Csak szerintem diós. Laci lement a Pécsébe, mert szóltunk, hogy ilyesek, hogy mi is hozott nekünk tök cuki egyébként. Azt tudtátok, hogy egyébként a formájából lehet látni, hogy dió van benne, vagy mák? Nem, mesélj már. Komolyan mondod. Haj, de száraz az arc, bőrömbe kell kenni. Oh. Sósat nem hoztál valami? Szaladj meg. Kösz, Laci. És a formájáról lehet tudni, és akkor honnan tudod? Azt mondja, hogy amelyik így a legkevésbé van betekerve, ez a mákos. Na, tört ketté, ne dobd vissza, tört ketté, nézzük meg, hogy miből, ezt miből lehet. Ez, ami egy kicsit ilyen bivaj alakú, ez a diós, és ami pedig így nagyon be van csavarva, ez pedig a gesztinyis. De durva vagy. Apám. Durva vagyok, mi? Rozsok. A kifli. Rozsok. Rozsok vagy pecsivó. Pöcsivó. Pöcsivó. Pöcsivó nem vagyok. Pöcsivó. Pöcsivó. És de hát van, aki nem könnyen bejön. Na jó. Jó, a bajod az örgést közt. Tedd már arrébb egy picit, ha idefelé. Kösz. Úristen, kiesik a fülem, gyerekek. Na, egy nagyon helyes témával készültünk így 7 óra utára. Biztos mindenki volt már abban a cipőben, hogy randizott. Ugye mi talán erre még emlékezhetünk, hogy teltek első randevúink sok-sok évvel ezelőtt. Viszont talán vannak olyan hallgatóink, akik frissebb élményekkel szolgálnak nekünk, mint amiket mi tudnánk elmesélni. A randiról már sokszor beszéltünk, sok szempontból. Most egy fiatalember csinált valami nagyon furcsát, egy randevú, és... Hát keresünk hasonló sztorikat, amikor az ellenkező, hogy is mondjam, tulajdonképpen a másik oldal, a pasi vagy nő, akivel randiztál, az furán viselkedett, vagy fura dolgot csinált randevún. Ugye az első randi nem tudod, hogy hova víz, nem tudod, hogy hova érkezel, nem tudod, ki lesz ott valójában, tetszik, nem tetszik. Aztán vagy működik a dolog, és akkor ott maradsz, és jól érzed magad, vagy minél előbb szabadulni akarsz. Egy fiú, egy Sheffieldi srác elvitt randizni egy lányt, és... odalépett egy lány, hogy egy ismeretlen fiú, és megkérdezte, hogy meghívhatja valamire. Ő a pultnál várt, a leányzó, mondta, hogy rendben, kérjen neki egy vodkát, beszélgettek pár percig. Most miért, ne legyen őszinte. Ha meg picit bevállalós azért rögtön. Számot cseréltek, beszélgettek, majd külön buliztak tovább, mondja a lány, aki visszaemlékszik erre a randira. És a lány is elfelejtette a jelenetet, még néhány nap múlva kapott egy SMS-t a következő szöveggel. Szia szerelmem, remélem nem bánnád, remélem nem bánod, de vissza tudnád adni a 6,5 fontomat. Kapta ezt SMS-ben, és a lány elképzelni se tudta, hogy ki az, aki írt az SMS-t, és milyen pénzt kér vissza tőle, rákérdezett. Ja, mert hogy nem térült meg a befektetés. Nem térült meg a befektetés, a srác pedig elmagyarázta, hogy ő az, aki néhány napja vagy néhány hete meghívta egy vodkás italra a klubban, és szeretné visszakérni az árát, ami 6,5 fontba került, mert hogy nem lett a dologból semmi, és akkor viszont neki adja vissza. De akkor miért szólítja szerelmemnek? Hát mert beteg valószínűleg. Ja, 6,5 font, az kemény. 6,5 font a vodkaszódát. És még lehet, hogy egy pizza fungi is volt benne. Igen. És egy picit várt, hogy ugye 3 nap múlva írsz, hogy hát ha mégiscsak lesz valami. Hogy fölhívja a csaj, hogy mégiscsak akkor legyen egy görbe esténk együtt, vagy ezt megvárta, van egy türelmi idő, és akkor 3 nap után írt, hogy mégiscsak fizest ki. De sokat azért nem nézett ki a lányból, ha egy vodkával azt gondolta, hogy meg is lesz. Hát ez ilyen, tudod, ilyen kezdő ismerkedés, kicsit beszélgettek, ittak egy vodkát,
egy vodka szódát, vagy vodka martinit, vagy vodka, mit tudom, tök mindegy, hogy minden. Vodka valamit. Vodka valamit. Majd lehet, hogy elsodorta őket egymás mellől a tömeg, és a dologból nem lett semmi. A lányai egyébként megosztotta Twitterem, és megszavaztatta, hogy mit kellene csinálnia, és több mint 18 ezer ember szavazott arra, hogy hülyesség volt visszaadnia a pénzt, mert hogy a lány azt hitte, a fiú bajban van, és ő visszaküldte egyébként a 6,5 fontot. Tehát ő egy tündéri csaj, ő azt mondta, hogy ő nem akar senkinek tartozni, ő visszaküldte ennek a Sheffieldi srácnak a 6,5 fontot, de közben a Twitteren 18 ezer ember mondta, hogy hülyeség volt, nem szabadott volna visszaküldeni. Hát ha most visszakapnám azt az összeget, amit a fiatal koromban erre költöttem. Igen, de hát ugye mi urak voltunk azért mi időnkben, nem volt ilyen, hogy te is elvittél valakit randizni, hogy akkor fizest ki a részed. Hát, de... jártál a kalászba, egy szőke kóla volt 13 forint, ami fanta volt, de abban azért nem néz tönkre anyagileg. Most azt akarom mondani pont, hogy azt mostani áron, ha visszakapnám, ja, amit ebbe beletettünk ezekbe a projektekbe. Azt a VBK-t, az Tesco kólából, meg a vörös borból. Én úr voltam, ne magadból indulj ki, én rendes iszlamokat fizettem nőknek. Egy róna narancsot. Egy jó róna, jó róna narancs. Egy prémium. A barátom. Prémium. Egy mennymárkát nekem és a barátomnak. Két poárral. Két poár mennymárkát, igen. Ezt parancság visszakérni, szerintem kezdjük ott, hogy így meg főleg, de hogy nem? Én nem pénzt küldtem volna vissza, hanem egy pohár vodkát. Egyébként az is ötlet. Az is ötlet, hogy visszaküldesz, igen, egy 6 fontos vodkát. Na, de biztos van olyan hallgatónk, aki átélt különböző szürreálisabbnál szürreálisabb jelenteket randevún, akár első randin is, amikor hát a pali fura dolgot csinált, vagy a csaj furán viselkedett, elmentetek, és hát vagy nem akart fizetni, vagy elkérte a felét, vagy az első csóknál már valami olyat, amit még nem kellett volna. Szóval arra vagyunk kíváncsiak, hogy mikor voltatok olyan szituációban, amikor azt éreztétek, hogy úristen, ez már kezd nagyon szürreálisra fordulni ez a randevú, mert az illető, és nem muszáj egyébként, hogy pasi legyen, tehát lehet csaj is, furán viselkedik, fura dolgokat csinál, kivett egy apró kis gombócot az orrából, és megdobott vele, mit tudom én. Szóval, hogy bármilyen, amikor éreztétek, hogy hát valószínűleg nem vele fogtok megöregedni. Tehát, hogy de aranyos, kedves, de nem ő az. És szívetek szerint már menekültetek volna a randevúra. Na, ezt meséljétek el nekünk. Aranyos és, de inkább a fatalotokra emlékeztet. Igen, moziba levette a cipőjét, megszagolt az oknyát, és kiteregette az előtte lévő ülésre. Érted? Megszárad a film alatt. Megszárad a film alatt, és akkor ott helyesen zoknit szárítottatok, és rájöttél, hogy ezt igazából apád is csinálhat. Belefolyt az alatt a zsebket, és megnézte. Jó, azt egyébként azt én még el tudom fogadni. Tessék? Ne, hát az egyébként gyakorlatilag az egyfajta ilyen egészségügyi szűrés. Ha tetszik. Ja, ha megnézed, amit kifizel. Az szűrés. És az ilyen papír, nem papír, ilyen rongykeszkenőkből hova tűnik mindig? Jaj, nem már! Beleszállat. Szerintem ez egy tök érdekes kérdés az univerzumnak. Aha. Hogy mi kidobod a papírzsebkendőt, ugye addig az kidobod, és azt nem tudod többet használni. Voltak régen ezek a rongyzsepik, azt meg bárhányszor. Hogy mi történik? Hát egy idő ott után van egy ilyen univerzum, egy fekete lyuk. Idő után igen, hogy ott van valami univerzum. Hát ez pontosan olyan dolog, mint amikor ugye szokták mondani, hogy a környezetünkben található pornak egy jelentős mennyisége az emberi bőr. Tehát, hogy ez valószínűleg az lehet, hogy ez is, hogy megszárad, és ők csinálnak egy ilyet, hogy... és már is a levegőben van. Tiszta, mi? csak ki kell rázni, igen. Na, hát mi az a baj, hogy igazából bennünk nagyon régi randi élmények vannak, nem? Igen. Szóval, hogy nem is sajnos, egyébként nem mondom, hogy nem lenne jó egyébként, nem? Egy jó randi? Hát mint a feleségére elmenni randizni, csak azért úgy olyan megszokott élethelyzet lenne, mert azért találkozhatok sokszor. Szia, drágám! Sokan csinálhatok a deákon, és mindig menne a majok a dolgára, aztán hazafele megint találkozhatok. Sokan csinálják, amikor új szint akarnak minden kapcsolatban, hogy elkezdenek randizni a férjükkel vagy a feleségükkel. Hát baromi jól működik. Ja, hogy mármint én 10-15 év igen, után elviszi randizni. Igen, de találkoztok, két külön helyszínről indultok, mint a bacsiról, de a kávéról, és akkor találkoztok valahol, és elmentek. 4-6-oson integettek egymásnak, hogy ott kell van leszállni. De hogy elmennek randizni. És ha te eljátszod, hogy nem ismered a szokásait? Persze, direkt elmész mellette háromszor egy piros rózsával kezdve, majd nem találod meg, majd bemutatkozol neki. Nem erre gondoltam. Elnézést. Balázs, Miki, üdvözlöm, igen. Nem, hát nem, nyilván megismered, csak én nem egy pártól hallottam, hogy ők most randizni járnak. Tök jó, vagy kávé valahol, vagy moziba viszed. Randikereső. Igen.
Csillápóni gyerek. Nem, nem hülyék, csak rá. Csillápóni. Ha mit tudom én, hát valamíg van, amire kell lenni, valamilyen gyerekének. Odaöltek, és akkor... A csillápóni az kifejezetten tetszik egyébként. Na, írjátok meg nekünk. Laktózmentesen, nagyon jól. Ja. Nagyon jól tudod, te hülye 10 évig iszok, kicsi. Ne esd ki a szerepből. Most találkozunk először. Laktózmentesen. Na, ez a beszéd. Na, írjátok meg nekünk, jó? Ki mit csinált a randi, miért viselkedett furán? Egy picit avassatok be bennünket a magánéletetekbe, hogy... Mikor volt valami a randi, amikor szabadultatok volna, és miért? Jó, ezt írjátok meg nekünk, mi pedig jövünk Ákos híreit. Ez itt a Morning Show. Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 6 perc múlva, hát szenzációs. Szenzációs SMS-ek jöttek. Ugye azon témával foglalkozunk, hogy milyen az, amikor az ember már az első randin csalódik, elmegy valakivel, és aztán a randi nem úgy alakul, mert ugye egy srác visszakérte a vodka szóda árát egy lánytól, mert hogy hát nem tudtak összejönni, Angliában történt az eset, és visszakérte pár héttel később a 6,5 fontot. Mi pedig arról beszéltünk, hogy igen, van ez így, amikor tényleg nem úgy alakul az első randi, hogy az ember elképzeli, elhívják vacsorázni, de nem vacsorázni mennek, nem szimpi a fiú, nem szimpi a lány, és furcsa dolgok történnek a randevún. Na, hát tényleg szenzációs SMS-ek. Ides hallgató, első randin volt, találkoztunk, megkérdezte, nem vagyok-e éhes? Mondtam, hogy ehetünk, erre kért magának kaját. Kínosan álltam mögötte a sorban, majd kértem én is, és fizettem. Ezután jött a mozi, tök jó filmet adtak, mondta, hogy nézzük meg, mondtam, oké, volt is kedvem hozzá, megvette mindkét jegyet, majd az egyik jegyet odaadta, és közölte, hogy 2120 forint, de elég, ha a 2000-et odaadom csak. Nem vagy ilyen? De, legyünk. Akkor vegyél magadnak. Egy giroszt, egy sült krumplit, egy kólát kérek. Na, hát ő nem akar befektetni. Még annyira semmit sem fél is rá. Hogy hátam, látom be. Szenzációs. Itt van velünk Gera, hello, hello, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok. Hello. Szia. Na, veled mi történt? Hú, egy kávézóban dolgoztam 20 évesen. Volt egy nagyon kedves vendégem, egy igazán cukis rász, egy 30-as. Hónapokig fűzött, aztán elvitt egy gyors étterembe az első randin. Kaptam tőle egy közepes burgonyát. És órákig hallgattam, hogy ő már elföl nem randizik szép nőkkel, mert annyit csalódott bennünk. Ja, Isten, mekkora paraszt. Hogyan, Isten. Tehát elvitt egy gyors étteremmel, kaptál egy közepes krumplit? Hogyne, hát azért költséghatékonyan kell ezt művelni. Igen, mert mi van, ha nem lesz belőle persze. Akkor... Nyilván, egy kicsit én is tartottam tőle, hogy esetleg vissza kell majd fizettem az árát, úgyhogy nem akartam nagyra vágyónak. Figyelj csak, ezt meddig hallgattad, hogy ő nem szeret már szép nőkkel randizni, mert én amikor ez elhangzik, én fölállt, tehát azonnal ja, ott vagyok. Nem, ez vicces, hát most ezzel nem kell kiborulni, ja, hiszen ez tök jó duma, hogy figyelj, hát, kicsit, én nem randizom szép nőkkel. A 40 kilójával, meg a rőt a hajszálaival, hogy egészen megsajnáltam az első negyed óra után. És hogy érezted, hogy amikor találkoztatok, vagy ilyenkor meglátott téged, akkor felmért, és akkor azt gondolta, hogy hát ebben a lányban nincsen egy sajtburger menü? Próbáltam a házias oldalamat megvillantani, igen, így magamban is éreztem azt, hogy én most egy másik kategória vagyok, nem a szép nő, hanem a kiváló feleségnek való. De nem lett belőle több aztán, nem? Vagy... Nem tőle van a három gyerekem. Nem tőle? Szörnyen is nézett ki? Tehát nem is volt jó pasi? Vagy lefestette, nem tűnt annak? Hát nálam egy 10-12 évvel azért már akkor idősebb volt, és erősen kopaszodott. Aha. Na jó, nagyon szerettem a sztoridat. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Sziasztok. Hello, hello. Randiztam egy lányjal, aki vacsi közepén kiment a mosdóba. Vártam egy ideig, majd utána mentem, hát a gond van. Nem volt semmi baj, a WC-ben volt egy pincére. Na, ott is volt. Imádom ezeket a sztorikat. Na jó, kimegyek meg, nézem, mit csinál. Most már 20 perc várok, kihűlt a steak. Smárolj pincére, nagyon durva. Csak smárolj. Beszóltam neki, hogy a számlát legalább intéz el, aztán hazamentem. Laci elküldte nekünk, köszönjük szépen. 90-es években felszedtem egy tök cuki kis barna csajt, virágvacsora, stb. Mint kiderült, a második randira már a férje hozta el kocsival. A csaj a második randin 5 perc után bedobta, hogy irány a swinger klub. Legalább volt terve az estére. Elmentem vele, de nem lett belőle sílig tartó szerelem. Azért amikor a második randira a férjed hoz, hogy igazából nem te vagy a pár, hanem te vagy a harmadik, aki belettél szervezve, azért az erőség. Na, ők például így próbáltak felfrissíteni a családi életüket. Pár éve randiztam egy helyes csaja, az első 20 percen egész jól alakult minden, aztán elszabadult a lány, pár pohár búr után olyan hangokat adott ki, mint amikor a kismalacot ölik. Nevetett, vihogott, egy elég jó étteremben voltunk, valami elképesztő visítással.
Nem poénkodtam, nem mondtam semmit, mégsem hagyta, mindenki minket nézett nagyon kínosan, azt mondta, ha jól érzi magát, ez történik. Tudtam, hogy ebből nem ez dicséret, ha jól érzi magát veled. Igen. Nekem én Andin a srác a kávézóban csak vizet kért, nem akart sokat fizetni, ha nem vagyok szimpi. Ellopatta volna velem a kávé alátétet, mondvá, hogy gyűjti. Épp figyeltem az alakomra, és közölte, hogy reméli ez az off-szezonom, utána pedig kifizettette velem a hamburgert, mert úgy gondolta, hogy túl sokat ettem. A mai napig nem értem, hogy miért nem álltam fel az asztaltól a legelső pillanatban. Szívesen elmesélem. Puszi, mi az az off-szezon? Hát, hogy most nem csinál semmit. Hát, hogy én gondolom, hogy ez az off-szezon, hogy most éppen nem törődik a testvér. Engem közvetlen az első csók után úgy arcon tüsszentett a srác, hogy konkrétan beterítette az arcomat a cucc. Majd úgy kezdte el törölgetni róla, mint ez a világ legtermészetesebb dolga lett volna, és közben mondogatta, semmi baj, megesik ez néha. Na de első randi. Tök jó, nagyon jó. Nagyon jó esemesek vannak. Összehozó Sandi csinosan kiöltöztem, srác flip-flop papucsban, rövidgalcsóban és kinyúlt pólóban. Randira mátrába vitt, körülbelül egy óra múlva közölte, hogy nincs rajta alsó nadrág. Nem áruságban, macskát. Azt mondja, hogy én kondiban találkoztam egy lányjal, akivel volt randi, aztán együttfutás után majd futottunk együtt, majd megkérdezte, hogy szagolja már meg a honnaját, hogy büdös-e futás után. Én ezen tovább mentem volna, ott egyéb perverziók is lehetnek. Ebben még lehet volna érdekes. Igen. És ha a válasz igen, az. Figyelj, volt egy csaj. Az első randőn, amikor késett, így indított. Bocsánat, csak útközben felszaladtam az exemhez, mert anyám túros csúszájától mindig megy a hasam. Moziba mentünk, onnan is kiszaladgált. Aztán hozzám is felkéreckedett. Többet nem találkoztunk. Jó esemesek vannak, mondjad? Hát, hogy tényleg ezt közlöd? Hát rennyebb élműködés, hát érted? Na, ő se árult zsákba macskát. Mindig javatás hát, a tudod, hogy ha tudod, hogy nem bírod ezt a cuccot, akkor nem eszel randi előtt. Gimis koromban kocsikázott körülöttem egy pali, miközben vártam a buszt, egy idő után megkérdeztem, hogy mit akar. Kiderült engem. Adtam neki egy esélyt, akkor nagyon csinos csaj voltam, első randi elvitt a családjához, ami már elég tré volt, majd mondta, hogy menjek vele hátra, most születtek meg a kismalacok. Ez jó. Na ott dőlt el minden. Van még hallgató? Ja, itt van egy hallgató. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Jó reggelt, szia! Még mindig a hatás alatt vagy? Peti, hello, mi történt veled? Hát velem egy olyan történt, hogy találkoztam egy lányjal, így beültünk egy helyre, beszélgettünk, hogy telt a napod, mint telt a napod, egyszer csak így konkrétan így majdnem az asztalra csapott a lány, és azt mondta, hogy jó, akkor tisztázni akarja a szándékait, és férjül akar engem kérni. Vegye már a feleségül. Az első randin? Igen, így az első randin, mert ő úgy érzi, hogy ő már évbe ért, ő abban a korban van, neki most azonnal kell egy férj, és hogy ez legyek én. És így hát köpnyelni nem tudtam, mondom, hát tehát így első randi meg minden, tehát így lehet, hogy kéne lassítani. Hát nem, de mondta, hogy tehát házasság nem kell, de azért a családalapításnak már akár aznap is nekiállhatnánk, és akkor így picit gyors volt a tempó. Uh-huh. Hát te is valahogy így képzelted, csak mondjuk így a gyűrűzés nélkül. Én valószínű, igen. Uh-huh. És lett belőle valami, vagy együtt maradtatok? Igazából nem, mert hát nagyon vérciki volt, mert utána csak férjecskémnek hívott folyamatosan. Az első randi, mit amelyek mentetek a buszhoz, már férjecskémnek szólított? Igen, és így kísértem vissza a buszhoz, így kapaszkodott be én, meg minden, és így hát próbáltam kicsit távolságot tartani, hogy azért ne vigyázzam magát férjecskébe. Férjecském azt. Te neked meg villogott, hogy fuss. Igen, és mindenki engem nézett, hogy micsoda bunkó férfi, hogy így bánik a barátnőjével, így ellöki magától, miközben ez a nő mennyire szereti azt a férfit, szóval ó, aha. Nagyon kegyetlen volt. De az, hogy ketyós volt a csaj, picit. Az, igen. Barátnő, hát, a feleséged. Feleséged. Igen, a feleségem, bocsánat, igen. Hát, de akkor vége lett, tehát nem is lett belőle semmi igazából. Igen, tehát ott én be is fejeztem a történetet, tehát. Köszi. Az lett van a slusszpoén, hogy hát azóta is együtt vagyunk. Igen. Beadtam a derekamat, igen. Én vagyok otthon, gyesen, négy gyerekünk van. Igen. És itt ül mellettem. Köszi, hogy elmondtad, csáó. Hello. Első randi megbeszéltünk, hogy elmegyünk vacsorázni. Szépen kiöltöztem, aztán lefagyott a mosoly az arcomról, bekanyarodtam a McDonald's felé, majd közölte, hogy ő nem szeret benteni, nem baj, hogy a drive-ban fogyasztjuk el. A kocsiban ettük meg, többet nem találkoztunk.
Amikor először mentünk a csaj otthonába, gondoltam, érdeklődök picit a családról. A válasz: apám meghalt, a bátyám ölte meg, de nem baj, mert már ő is felakasztotta magát. Levettem a lábom a gázról. Kicsit lassan van egy hopp. És neked mik a terveid a jövőre vonatkozólag? 2-3 hete jártam egy sráccal, feldobtam neki az ötletet, menjünk el moziba. Azt mondta, oké, mehetünk, de fizessem ki az üzemanyag költség felét. Nyilván nem mentünk moziba, de nagyon máshova sem. Kb. 25 éve radiztam egy fiúval, elsétáltunk egy kocsmá előtt, mire kitépi a kezét a kezemből, mondván várja meg, beugrik, iszik egy rövidet és jön. Pedig nem is voltam annyira gáz, nem volt több randi kata küldi nekem. Első randin a csaj csendre intett, mikor a pasi a telefonon hívta, majd végighallgattam, hogy azt hazudja, hogy éppen otthon netezik. Utána hűséges típus vagy kérdése, határozott aha volt a válasz. Nem volt egy hosszú kapcsolat. Randiztam egy sráccal, és amikor találkoztunk, folyamatosan a lábamról kérdezett. Hányas a lábam? Festem-e a körmeim? Láfelt is. Nem igazán tudtam mit kezdeni. Nem a szememben nézett, hanem folyamatosan a lábaimhoz beszélt. Hát ez nagyon jó. Ez annyira szürreális. Úristen, én annyira szeretem az ilyen sztorikat. Megvan egy pari, amit ő is a lábadhoz beszél. Te próbálsz a szemébe nézni, és csak a lábaidat nézi. Úristen, de jó. Azt mondja, az első randin a fiatalember mutatott egy képsorozatot a telefonján, amelyen az előző barátnője orálisan kényezteti őt. Ezt nézd. Ezeket két hétet csináltuk. Aztán szedik sajnos. Nézd. Ó, hát ez nagyon. Nézd, milyen ügyes. És majdnem a vége felé vagyunk. Na most az. Jézusom, de jó. Egy picit megriadt. Én most beteg vagyok, de én nagyon szeretem ezeket a sztorikat. De képzeld már magad a helyükbe. Itt nézel kicsit. Nézd, neked is megmutatom. Nézd, na figyelj. Ő Gabi. Nézd, milyen arcot. Nézd, milyen ügyes. Nézd, milyen lelkes. Úristen, nagyon jó. De rohadt szerelmes voltam egy lányba a főiskolán. Elmentem hozzájuk valamiért. Az anyja egy szívásra szívta a piros multit. Egyszer csak megkérdezi. Fiacskám, holnap ráérsz? Mondom, mi? Csak egy kis fát kell vágni. Tőlem az első randi megkérdezte a srác, hogy zavarna engem, ha őt az izgatja fel, hogy az ágyom messzelenül bohóc parókában ugrál, és nekem ezt nézni kellene. Illedelmesen köszöntem, elköszöntem tőle, és letiltottam a számát. Hogy zavarna? Nagyon jó. Tök jó arc. A teázóban megkérdezte a fiú az első randin a 10. perc után, hogy megfoghatja a mellem. Ez jó? Olyan szép felled van. És még egy közepes krumplicsa fizetett. Igen. Egyszer egy vakrandin a mozi után a srác kérdezte, hogy éhes vagyok-e, szeretnék-e valamit enni. Mondtam, hogy igen, éhes vagyok, szívesen ennék. Erre közölte, hogy arra vannak az éttermek, itt megvár. Flamos vagy, igen. Flamos vagy, kicsim. Ott egy kiraszos. Addig itt várok. El nem mozdulok innen. Nem mondta, hogy nem jó. Éhez, ezt megkapkodjál. Mint ha itt se lennél. Úristen. Hát nagyon jó esemesek vannak, komolyan. Egyszer randiztam egy lányjal, akit interneten ismertem meg, a találkozóra elhozta az öcsét is, mert vigyáznia kellett rá. Ami épp pont akkor jött, amikor megkérdeztem tőlük, hogy mit innának, a lány erős vidéki akcentusra megszólalt, hát én inkább rágyújtanék. Addig vigyázz az öcsétre, hogy megyek. Dávid küldte nekünk. Ja Istenem, na jó van, hát köszönjük szépen az SMS-eket, nagyon, nagyon jók jöttek. Játszunk egyet, jó? Itt van már is a hallgatónk, a kérdés, mit mond óram? Visszafelé beszélünk. Műlészebb élet a szív. Mit hoznál ajánlat? Élet a szívben, aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló, jó reggelt. Sziasztok. Hello, Vivi. Ciao. Hello, Vivi. Hello. Milyen lelkes vagy? Ez jó? Húha, nagyon izgulok is. Izgulsz? Egy picit? De miért? Hát mert már annyira szeretlek benneteket, nagyon régóta hallgatlak titeket, meg nagyon szeretnék egy ajándékcsomagot is. Ajándékcsomagot is, de még a hangod is remeg. Igen, hát a kezem, lábam remeg. Na jó, hallottad a randis SMS-eket? Hát az a baj, hogy én most visszahallgatlam mindig a régebbi adásokat, mert recseg a rádióm, úgyhogy... Ja, hogy te akkor most nem élőben hallgatsz minket, és ma éppen melyik adást hallgattad?
Hát, fú, ilyen 2013-asakat ilyen nagyon visszanyúlok. Aha, tehát most élőben vagy, de eddig a múltból hallgattál adásokat, hát, mert élőben nem tudod. Igen, hát szól a rádió, csak ugye olyan halk néha, hogy nem hallom, hogy mit mondtak így, meg de azért jobb. Hát akkor neked tök jó, mert 2019-ig van morning show-d. Hát, nagyjából. Igen, igen, de megvagy még a következő pár évre, igen. Hát igen, ilyen 8 órában azért 2-3 adás lemegy bőven. Tök durva, mert úgy a tulajdonképpen nem, te nem fogod érzékelni, hogy megszűntünk. Uh-huh. Tehát, hogy te azon kevés emberek közé tartozol majd, akik ugyanúgy dolgoznak november 20-án, és nem jönnek rá, hogy nem vagyunk már, és ugyanúgy megy az adás, hallgatod a best of-okat, és még amit Jani is mond, 3 évig még nem fog föltűnni. És valamikor de 2000... hát én Szabit kértem addigra, amikor megszűntök, mondom, a utolsó adást azt élőbe akarom meghallgatni. Ne lőd el! Milyen durva van, akik már elkészülnek? Kivettem szabadságot, tartsatok ki, Bari, nagy nap lesz! Várjál, mi még azért pályázunk. Igen, meg azért reméljük, hát bízunk benne. Főnökeink hát is a rádiós. Hát én azért reménykedek nagyon benne. Minden megtesznek. De köszönjük szépen a belénk vetett vizámat. Az a nap Szabi lesz. Ez piros betűs ünnep. De helyes vagy, de jól esik nyilván. Aranyos vagy, köszönjük szépen. Jó, hogy le vagy maradva. Igen. Jó adás lesz, abban biztos vagyok. Szabó családot hallgatod? Hát reméljük. Igen. Jó adás lesz. Szabó családot hallgattál? Igen, mert fiatal vagy, nem hallgattál. Nem, még mindig hallgatjuk. Hát én 94-es vagyok, csak úgy, hogy... Igen, most nézed a szomszédok első évadát felvételre. És milyen jó. Na jó, figyelj, Vivi. Mit szeretnél? Állatot. Ó, kiskutyát készítettem. Igen, papagáj, mi legyen? Állat. Könnyű legyen. Könnyű állat. Figyelj, ez nagyon könnyű. Jó. De ránéztem, és ezt látom, hogy ez írdatlanul. Kolibri. Mehetünk? Persze. Na figyelj, így szól. Rége orgu. Na hát ez nagyon egyszerű. Kicsit forgatta a betűket és meg. Jaj, de jó. De jó vagy, ügyes vagy, megvan. Nagyon szépen köszönöm. Ki segített, egyedül ment? Egyedül, igen. Vivi, tök ügyes vagy, ugróegér, ez volt a megfejtés. Jaj, de jó. Jó van, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen, köszönöm. Jó van, aztán november 18-án, nem tudom, 19-én élőben legyél. Ne, jó, sokáig. Majd írok üzit is. Jó van, puszi. Puszi, sziasztok. Ciao, hello. Milyen durva, hogy emberek már erre készülnek. Kiveszek Szabit? Látszok, ott leszek veletek az utolsó pillanatban. Addig még van 2 hónap, igen. Ne kapkodjunk. Nagyon jó SMS jött még randizós kategóriában, csak egy utolsó. Elvittem a Balatonra a csajt, fizettem a hajót, a kaját, a piát, minden, elment budira, vécére, de visszajött, hogy 100 forint, úgyhogy inkább legúgol itt a kikötő végében. Milyen figyelmes? Nem már. Ha nem akart, hogy kiköltekezzen. Óriási. Főleg, ha nagyobb történet készült, azért szerintem igazán bevállalom. Majd a Balaton kimossa. Legugolok ide. Seppit, Linci! Úristen, nagyon jó volt. Na jó, 4 perc, pontosan 8 óra, ha van friss közlekedés, írjátok, küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek. Írja valaki, jó ez az Eminem dal. Hát bárcsak Eminem lett volna. Szeretem egyébként, én is egy kedvenc dalom. Eminem. Nagyon szeretem a Kanna Lady-t. Kanna Lady. Jó Eminemet meghallgathatunk egyébként. Mit szóltok hozzá? Ez egy nagyon jó ötlet most. Hogy érzitek? Hát nem most, hát majd mikor. Hanem mikor? Hát mikor a következő zene jön. Jó, hallgassunk meg. Jó az Eminem. Jó az Eminem? Jó. Akkor Emi igen? Mi? Nem. Nem. Most akkor Emi igen, vagy Emi nem? Csak melyik legyen? Csak döntsd el, hogy mit akarsz. De ez egy tévéműsor, ami Emi díjat kap. Minden nagyon jó, de jövő héten még jobb lesz, mert hogy ilyenkor már Kaposváron fogunk öregni a Kossuth téren. Másnap pedig Baja. Stílszerűen a Szent Háromság téren. Ja, jó kis Szent Háromság tér Baján, de jó volt ott. És köszönjük. Igen, Eger, Budapest, Baja, Kaposvár, Sopron, ezek a helyszínek. A helyes sorrendet rakjátok össze. A helyes sorrendet és a városokon belüli tereket pedig tegyétek össze, találjátok ki, és keresetek meg minket. Nem, úgy néz ki, Sopron, Kaposvár, Baja, Eger, Budapest. Ugye ezek az állomások, és hát itt
itt fejezzük be az őszi turnézást, én azt hiszem, legalábbis egy időre egészen biztos, úgyhogy hát igen, az utolsó turnénk. Ezeket a helyszíneket választottuk, Budapesten pedig zárunk majd pénteken. Egy hajó. Egy hajó ráadásul egy van. Egy hajom. És hogy mi a fődi, ugye arról is beszéljünk, hogy szerettünk volna tényleg úgy elköszönni, hogy azért hát tétje legyen a dolognak, úgyhogy mi drága CSS-eink összehoztak még egy autót. Bizony. Valaki egy vadonatúj autót nyerhet a jövő heti turné végén. Egyik CSS-es a kerekeket hozta, a másik a szélvét. Igen, ki mit talált a ház előtti parkolóban. Szóval egy vadonatúj autót nyerhet meg majd valaki. A szabályokat nyilván jövő héten mondjuk. Helyszínről is lesz majd játékos, lehet regisztrálni is. Aki nem tud eljönni a helyszínre, arra is gondoltunk. Hát, egy a lényeg, hogy pénteken szabaddá kell tenni. Így van. Ott így a, van. Tehát aki bejut ugye az adott helyszínről, annak pénteken jelenése van. Már szerintem azért megéri eljönni, mert biztos, hogy mindenkinek vagy lesz ajándék, de valaki meg a vadi új kocsit fogja hazavinni. Így van. Gusztáljátok egy Suzuki. Suzuki? Suzuki. SX4 S-Cross lesz a főnyeremény. Szoros. Stross, akkor. Igen. Csak azért mondom, hogy ha keresitek az internetet, akkor így keresitek. Tényleg, csecsek is autó egyébként. Csecse, baba. Csecse, úgyhogy ezt, faja, ezt nem tudjátok majd megnyerni, jövő héten. Tuti Franco. Jó. Fáj a kis torkod? Még mindig. Nem tudom, hogy kapar egy kicsit, igen. Utána olvastam, jó a fagyi. Mondom én. Nem lehet, hogy megakadt rajta valami két heten? Viszolt eleget? Lehet, hogy tényleg egy fél békacó, mi volt csücsű. Igen. Na nézzük, mondjad. Hogy ízlik egyébként? Mi? Hát tudod, a Bratislavsko. Bratislavsko kiflová. Nem rossz, hát kicsit ilyen bolti íze van, de nem rossz. Tehát ha érezni rajta, hogy nem házi. De hogyha nem malacózta volna, nem egy idős néni? És jött volna egy kis kötényben, egy tepsiben ilyen. Hát készült a kis kiflit. Hát megmondanám róla, hogy házilyen egyébként. Valahogy ezeket lehet érezni, ezért cukrászipari készítmény, vagy otthon csináltak. Más lesz egyszerűen. Ez a széle itt a gesztenyés, a másik széle az a mákos, középen meg tudod, jó puncsos. Na, azt azért lehet, hogy nehezebben... Jó puncsos pozsonyi kiflit. Nehezebben enném meg azért, középen puncsos, de benéznék a nényébe azért. Mit tud a nénye? Négyes úton Szolnoknál a 105-es kilométer... Köszönd meg. Légy hálás. Négy gyerekek, ha arról van szó. Négyes úton Szolnoknál a 105-es kilométer könnyel a sebességmérés zajlik egy beugróból. Az mi az, hogy beugróból? Hát, ahogy hívják, önkéntes rendőr, csak most létszám hiány volt és beugrott. Ja, és most hirtelen beugrott, tényleg? De egyébként nyugi van, tehát azt látom, hogy viszonylag egy-két helyen lassú a haladás, de nincs nagy baj. Illetve hát nyilván aki ott van, annak baj. Szentendrétől Budapestig a 11-es elesett. Szentendrén minden reggel már fél hétkor áll az egész város. 40 perces út, másfél óra. Help. Írja Eszti. Eszti, egy jó ingatlanos tudunk mondani. Tehát ez a legnagyobb segítség, amit mi adhatunk, hogy költöz el. Nem? Nincs. Vannak helyek, ahonnan egyszerűen nem lehet bejutni, Szentendre az egyik ilyen. Szóval, hogy mindenki ott van, nem nagyon lehet. Ezt megoldani. A költözelről úgy eszemel. Leadjuk a kasztatémnek a költözel című számát? Adjuk le a kasztatémi költözel című számát. Akkor fél kilenc után meglepít. Legyen egy ilyen dalacska, igen. Van kasztatémi Eminem közös dal? Még nincs, de nagyon törekszik rá, mi nem. Csömöré lehajtónál a nulláson az aluljáró alatt áll a sor, vége óvatosan menjen mindenki. Az M2-es is elesett, Szőtligettől Araszol, Budapest felé minden reggel, nem ehhez szoktam, Svert küldte nekünk. Az M3-os bevezetőn a dugóban baleset a belsősában a Selkút előtt, ráadásul hatalmas dugó, Dodi. Ilyet, Dodi, köszi, hogy elküldted. Egeresi Nagy Lajos kereszteződés kidőlt, a lámpa miatt elesek, rendőrök most érkeztek irányítani, ott is dugó van. Soproni határ túloldalán dugó, Zsebibaba küldte, és M5-ös Inástól M0-as M3-osig tiszta, de az M3-as bevezető haldoklik, kerülni kötelező. R32 küldte nekünk. Meddig tart ez a Kacsó-Pongrász felüljáró? Tudjuk ezt? Fogalmam nincs. Már hozban? A felújítás. Nem, a felújítás kérdezem, hogy mennyi idő, tehát tudjuk-e, ki van-e írva, hogy meddig fog bedugulni minden reggel most az M3-as, mert ugye amiatt van dugó, mert ott újítják a Kacsó-Pongrász felüljárót. Te nem tudtok ti semmit. Már tényleg. Mi mindenki kis térségben lakom én, hát most értem. Most érted, ezért ne haragudjál már. Na. Atya úristen. Most nézem, hogy a Tibinek a költözzel a teljes dal, mind a 2,5 perce, 2 millió fölött jár már megtekintésben. Azért az nem gyenge.
2 millióan nézték meg? 2 millióan. Hát az nagyon szép. Nagyon szép, nagyon szép. Hát ott is gyakorlatilag egy állókép a klip, ennek ellenére a dalra 2 millióan voltak kíváncsiak. Le kell adnunk. Igen. Megtaláltam a Robert Károly felújítást, hogy meddig lesz, mert Attila Laci elküldte. Attila, összecsegünk nagyon. Attila, is csak 13 éve dolgozunk együtt. A felújítás során 2017 nyarára. Ja, az ugye, Laci? Mi? Lacira mondtam, hogy Attila. Azt tudtam mondani Laci, hogy Attila elküldte, gyerekek. Ez már a vég. Szóval ez már a vég. Ennyi ideje dolgozunk együtt, és leattillázom. 2017 nyarára. Az Árpád híd és a Vágány utcai közötti szakasz új aszfalt réteget kap. Mondjuk ráfért. Pff, gyerekek, úristen, az nagyon hosszú lesz. Az nagyon hosszú lesz. Na jó, van, aki arra jár, tartson ki. Biztos minőség. Tudja, hogy ezért van több réteg, hoppássáló. Persze. Mi van, csókosat csinálja, vagy most mit promózod? Nem. Nem, sajnos ebben a körben nincsen ismerettségem. Ebben a körben pedig, sincs. Pedig, jó járnál, ha lenne. Na, egy ingatlanos levelére bukkantunk a Facebookon, és egy nagyon érdekes dolgot írt ki, de én nem is olvasnám föl hosszasan ezt a levelet, sokkal inkább arra gondoltunk, hogy felhívjuk, és kicsit foglalkozunk a hazai ingatlan balhéval, mert hogy mindenki most albérletet árul, mindenki most lakást szeretne eladni vagy venni, berobbant a csok gyerekek, és hát tulajdonképpen kiderült, hogy itt most mindenki vagy vásárol, vagy elad, vagy albérletbe szeretne menni. És egész egyszerűen egy ingatlanos addig jutott, hogy hát szeretné elmondani az embereknek, és ezt nyílt levél formájában egyébként meg is tette, hogy nincs szíve már családos embereknek 120 ezer forintért megmutatni és bedugni őket egy nagymama bútoros lepusztult retkes 50 négyzetméteres panel lakásba. És arról ír hosszan ebben a levélben, hogy milyen írtatlan állapotok vannak az ingatlan piacon, nem lehet normális árért már lakást bérelni, elszabadultak az árak, és aki ma Magyarországon lakást akar venni, vagy ingatlanba költözni, bérlemény szempontjából egyszer lehetetlen kihívás elé állítja magát. És adott megoldást is, tehát mert hogy szegény családapa mit csináljon, hogyha erre van pénz, mert nyilván van egyébként jó állapotú lakás, csak az nem 120, hanem 250, amit senki nem bír kifizetni. Nem? Adott rá megoldást egyébként, hogy mit lehet csinálni, igen. Na mindjárt meg is kérdezzük tőle. Zsanett itt van velünk a vonalban, Zsanett még nincs itt a vonalban, de már itt van a vonalban. Zsanett, hello Zsanett, jó reggel, ciao. Jó reggel. Hello, ciao. Na, te mint ingatlanos kiborultál azon, hogy drágák az ingatlanok és az albérletek? Igen, mondhatjuk így is, így van. De hogy nektek tulajdonképpen az igazából azért baj, mert hogy kevesebb ember tudtok kiközvetíteni bérleményekbe? Igazából nem, elsősorban ennek inkább emberi oka van. Tehát, én ingatlanos vagyok, de ember is, és naponta hallgatni a sorsokat, ez nem egy egyszerű. Na, de mit tapasztalsz? Azt lehet hallani, hogy elszabadultak az árak. Tehát őrület van az ingatlan piacon, brutálisan drága lehet lakást venni, és ha valaki kiadni szeretné, akkor hát annak is mélyen a zsebébe kell nyúlnia, mármint aki kivenni szeretne lakást. Így van. Igazából, ami itt a legfurcsább, az elsősorban mondhatjuk, hogy a diszkrimináció a családosokkal. Tehát ez most egy nagyon felkapott probléma. Illetve az, hogy valóban nem túl jó állapotú, mondhatom, hogy közép vagy alsó kategóriás lakások, mondjuk 2 szoba, 120-130 ezer forint. Én ezt elég húzósnak gondolom. És akkor látod az a családokon, hogy nem is tudják kivenni, nem? Tehát, hogy nincs pénzükre, mert hát olyan a hely, hogy nem is szívesen mutatja meg az ember, gondolom. Így van, pontosan. Tehát én láttam már egy párat is, mert nekem is van gyermekem, én nem gondolom azt, hogy egy-egy albérlet mondjuk gyermekkompatibilis, akár mondjuk a tisztaságát tekintve, vagy a fenntarthatóságát tekintve. És akkor kiírtad ezt a levelet azért, hogy... Igazából ez úgy nézett ki, hogy ugye egész nap mi dolgozunk, tudni kell, hogy egy ilyen 8-10-12 órát azért masszívan, és igazából besokaltam, tehát amikor már naponta hívok fel kismillió egy tulajt, és próbálok családosoknak, embereknek albérletet találni, és elhajtanak azzal, hogy elővigyek macskát, mint gyereket, akkor én arra azt mondom, hogy akkor ez már megérett arra, hogy kipakadjon az ingatlanos, mondhatjuk így is. Tehát ez emberileg egy nagyon elszomorító helyzet, én úgy gondolom. Mitől fél a tulajdonos? Attól, hogy nem lehet kitenni a családos vagy a gyerekes szülőt, vagy attól fél, hogy a gyerek biztos összefirkálja a falat? Inkább az előbbi, pontosan ahogy mondtad, megjelent ez a kilakoltatási moratórium, és ettől nagyon rettegnek. Na már most én mindig elmondom egyébként nekik, hogy egy közjegyzői hitelesítés az mind a két félt megvédi. Tehát ez egy nagyon korrekt dolog, egy 10 és 20 ezer forint között van
Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem terhel meg senkit. Ennek ellenére mégis inkább azt választják, hogy mondjuk 50-60 négyzetméterre 120-130 ezer forintért azt mondják, hogy menjen egy ember. És aztán ugye csodálkoznak, hogy nem tudják kiadni. Hát nyilván nem. Tehát. A közjegyzőben igazad van, meg a 10-20 ezer forintban is, csak az a baj, hogy ha a közjegyző előtt csinálod, akkor utána az adóköteles lesz. Pontosan. Hát itt ez így a baj. Kevesen jön. Igen. Tudsz volna egy-két konkrétumot, csak hogy milyen állapotokkal, milyen árakkal, vagy milyen árérték arányal találkoztál? Csak hogy mindenki értse? Hogyne. Abszolút, például ilyenek vannak, hogy Angyalföldön, ami azért én nem mondanám, hogy egy ilyen hú, de nagyon frekventált környék, tehát nem egy oktogon mondjuk. Kettő szoba, durván mondjuk egy ilyen 55-60 négyzetméter, 120-130 ezer forint. Erre mondjuk, hogyha még rátesszük a rezsit, legyen mondjuk egy olyan 35-40 ezer forint általában, plusz mondjuk TV, internet, tehát egy 120-130 ezer rezsinél a megélhetés, tehát a teljes büdzsé, az durván 200 ezer forint. Hát nem tudom ki, hogy áll veled, azért a magyar lakosság nagy részének nincs ennyi pénzzel, de... Ez valóban, persze, hát ez baromi drága. Ez nagyon. Na de gondolom, hogy a kereslet nyomja föl az árakat, nem? Tehát itt nem arról van szó, hogy elszabadult mindenki, hanem egyszerűen annyian akarlak most albérletbe költözni, vagy a saját lakásukat eladni, hogy egyszerűen emelni kellett az árakat, nem? Nem. Én azt veszem észre, megmondom őszintén, nagyon sokan a poszt után azt mondták, hogy de hát a kereslet hozza meg a kínálatot. Én ezt elszomorítónak tartom, mert ez nem így van. Nem, sajnos ez egy kényszerhelyzet, és az emberek rá vannak kényszerülve arra, hogy ezt kivegyék, csak az a baj, hogy ez hosszú távon hatalmas problémákat eredményez minden téren. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy úristen, nem tudok hova menni, tényleg muszáj vagyok kivenni, inkább bevállalja azt, amit esetleg később nem tud fizetni, és ez mind a két fél számára problémás. A későbbi mindig van új, szóval én értelek, csak a piac az így működik. A te kis lelkeddel, én kicsit hadd legyek ilyen, hogy én nem is nagyon értem, hogy te mit keresel az ingatlan piacon, mert tök tündér vagy, imádlak. De hát azért ez nem így működik, érted? Úgy működik, hogy van egy lakás, amit kiírnak 120 ezer forintra, és sorba állnak az emberek. És te tök igen. Jól mondod, hogy valóban 3 hónapig bírja fizetni szegény család, aztán mennek vissza, mit én a szülőkhöz valahova, de ott a következő, hát ez addig nem lesz kevesebb, amíg mindig van, akkor lesz kevesebb, ha majd nem tud kiadni 120 ezerért, mert mindenki, aki oda megy, azt fogja mondani, hogy uram, ne haragudjon, ez a lakás, ez 70 ezer forintot ér. Érted? De amíg persze, valaki kifizeti, addig ez nem fog beütni ez az állapot, amiről te beszélsz. Tök jó lenne. Én biztos vagyok benne, hogy igen. És tudod miért? Azért, mert a családok most már lekényszerülnek menni vidékre, a nagymamához, nagypapához. Most már eljutott odáig, hogy tényleg emberek veszítik el a munkájukat. Találkozok naponta, higgyétek el, édesanyákkal, akik sírva hívnak fel, hogy állami gondozásba fogják, vagy el fogják tőlük venni a gyermekeket, és állami gondozásba kerülnek, vagy anya otthonba kényszerülnek, ezt így nem lehet tovább csinálni. És megmondom őszintén, hogy igazából nekem saját cégem van, tehát azért én is értem itt az üzleti részét, hogy nyilván nem vagyok azért nem vagyok a pénz ellensége, de ettől függetlenül én nagyon fontosnak tartom, hogy maradjunk emberek, és ezt szabályozni kell. Mert én úgy gondolom, hogy az a korrekt üzlet, ahol mind a két fél egyformán elégedett, és ez jelenleg most nem történik meg. De arra gondolsz a szabályozás, hogy mondják meg, hogy ennyi négyzetmétert ilyen papírokkal ennyiért lehet sem maximum így kiadni? Így van. Én már ki is dolgoztam erre egyébként egy ilyen tervezetet. Igenis legyen négyzetméter, állapot, energiatanúsítvány, elhelyezkedés szerint egy minimum és maximum összeg, amin belül tudnak a tulajdonosok is mozogni. Ezáltal nem fognak egy város széli, egy külkerületi ingatlant, ami mondjuk 2 éve volt, most mondom 50 ezer forint, nem fognak most mondjuk 140 ezer forintért kiadni. Tehát ez azokkal a tulajdonosokkal szemben sem korrekt, akik valóban beleteszik a pénzt, tényleg felújítják, és ennek ellenére ugyanannyit tudják mondjuk kiadni, mint azok, akik megtolnak rá. Uh-huh. Tehát, hogy ez itt valahol elcsúszott a dolog. Milyen rendes egyébként, milyen szép ez a beszélgetés, egy ingatlanos, akinek szíve van és lelke. Én annyira utálom az ingatlanosokat, hogy azt el nem tudom mondani egyébként, tényleg.
Igazából nem csinálnak semmit, baromi nagy jutalékért felteszik az oldalukra, odapofátlankodnak 3-5 százalékért, beférköznek a vevő és az eladó közé, semmi közük a bizniszhez, nem csinálnak semmit, ülnek az irodájukba, tisztelet a nagyon kevés kivételnek, és baromi sokat keresnek, mert ugye én meg azért hirdetek, bár én mindig, mikor lakást adtam el, úgy hajtottam el őket, mint az állat, mert gyűlölöm az ingatlanosokat, tisztelet a nagyon kevés kivételnek, van, akit szeretek, persze ne vegye mindenki magára, de én utálom a nagy részét. Igazából mit semmit nem csinálnak. 5%, 10 milliós lakást eladsz, 500 000 forint. 3%-et föltett az oldalra, megsértődik, ha másnak is szólok, meg ne szóljak, meg majd ő intéz, meg hozvevőt, meg nem hozvevőt. Hát közérvelek, kizárólagos szerződés. Igen, egy ronda népség. Igen, mi nem is foglalkozunk eladással, pont ezért. De neked szíved, lelked van. Hát ez olyan, mint egy nem verekedő taxis, ritka. Lehet, én mindig azt mondom, és most is kaptam fel egy videót, és mondtam az ingatlanos kollégáknak, hogy lehet ezt korrekten csinálni, csak akarni kell. Akkor te nem foglalkozol eladással? Akkor te miből keresel pénzt? Vagy... Csak a bérlet közvetítéssel. Tehát eladással nem is. Tehát az már egy ilyen nagyobb gombóc, az már egy egészen más dolog. A kiadás az sokkal gyorsabb, sokkal egyszerűbb. Én valahogy abban találtam meg magamat, nem tudom, nekem valahogy az fekszik, az kényelmesebb. Igen. Az a baj, hogy ez nagyon szép és nagyon jó elképzelés, és azért beszéltünk róla, mi is nagyon helyes vagy, de hát ugye, amit a Feri is mondom, hogy én is, amíg van rá kereslet, addig úgyis kiveszik, ha meg valaki nem tudja kifizetni a 130-at, akkor hatan állnak sorba. Abban van igazság, hogy ezt azért lehetne szabályozni. De mi alapján? Csak nem tudom, hogy mi alapján. Igen. Meg aztán sosem jó, hogy az állam úgy lép be a piacra, hogy szabályozza, hát kínálat kereslethez találkozik, akkor mindenki adja ki. Ezért kell egyébként nekik valamilyen nagyobb lehetőséget adni. Tehát én úgy gondolom, hogy tulajdonosoknak is meg kell hagyni, hogy legyen egy minimum és egy maximum, mert lehet ez 20 000 forint, vagy 25-30 ezer forint differencia is, csak legalább legyen egy határ, tehát hogy legyen egy határ az ő elképzeléseiknek, és tényleg lehessen dönteni, hogy jó, akkor én kiköltözök külkerületbe, mert nincsen annyi pénzem, hát ha ott esetleg egy kicsit jobb lehetőségeim vannak, most már nincs meg ez a lehetőség, ami mondjuk 2 éve volt. Igen, én sosem szeretem egyébként, amikor az állam belép a piacra, sosem szűj jó, tehát én azt hiszem, hogy ezt a piacnak önmagában kell tudni eldönteni, hogy mi az, ami sok, mi az, ami kevés. De tetszik, hogy te ilyen nagy vagy. Mi vagy egyébként? Mi volt az eredeti szakmák? Virágkötő? Vagy kikészült ingatlanos gyerekek? Hát ez ritka. Hát ilyet nem talál minden nap az ember. Egy érző ingatlanos. De cuki vagy. Te mióta csinálod? Pár hete és bele recsemtél? Nem? Régóta? Nem. Hát most már lassan egy éve. Igen. Hát egy 7-8 hónapja csináltam saját céget, és előtte is már egy jó pár hónapja, meg egy pár évvel ezelőtt, meg egy pár évig, tehát nekem ilyen kisebb kihagyásokkal volt ez a dolog. Aztán még is úgy döntöttem, hogy akkor vállalkozok, 27 évesen, tegyünk egy próbát, és hála jó Istennek működik, úgyhogy nagyon örülök neki. És van olyan, hogy mész lakást megmutatni, és közben elbőgöd magad. 100 000 forint! Nem tudok mit csinálni, a negyedike már kivették. Költözön inkább hozzám. És ott állsz okokban, van ilyen? Nem, hát azért tudni kell, hogy azért én is üzletasszony lennék, de hát nem szív nélkül csinálom ezt nyilván. Nem, de volt már olyan, amire elröhögtem magam, tehát amire már én is azt mondtam, hogy itt azért ember azért ezt nem ár. Vannak, tehát amikor a csótány, meg a mindenféle kis ízeltlábú élőlény mászkál a lakásban, és letakadt a nem tudom micsoda, meg amikor a tulajdonos azt mondja, hogy a 8 darab spotlámpát azt írjuk bele a tervezésbe, tehát azért nekünk is vannak itt ilyen vicces sztorik bőven. Hát igen, azt tudjuk, hogy hány kiadó ingatlanban is körülbelül hányan keresnek lakást? Tehát van ilyen összehasonlításotok az ingatlan piacon, vagy végez valaki egy kutatás, hogy 15 000, 100 000, 50 000 kiadó, viszont 300 000 ember, aki keres, tehát kvázi tulajdonképpen mégis nagy a kereslet. Nagyon nagy a kereslet, pontos számokat nem tudok, de igazából, hogyha lenne mindenkinek pénze, akkor mindenkinek bőven jutna lakás. Úgyhogy még mindig ott tartunk, hogy sokkal több az ingatlan, mint az ingatlan kereső, mondhatjuk úgy. Úgyhogy igazából azért gyakorlatilag mindenkit el szoktunk tudni költöztetni. Az egy más dolog, hogy mennyiért, de egyébként hála Istennek azért vannak lakások. Te Budapesten viszed az irodádat egyébként?
Így van, így van. Uh-huh. Hogy kérsz te jutalékot? Tehát egyszeri közvetíti? Sokszor nem kér. Sokszor nem gondolom. Inkább hagyjanak valami ruhát a gyereknek. Szépet karácsonyra adjuk a jutalékot. Elvisze magukat, hol menne kocsiban mennére. Ezt nem valami. Úgy szoktuk, hogy használt ruhát amúgy. Nem, viccen kívül nem, mi a bérlőknek dolgozunk. Tehát minket bérlők kereshetnek meg többnyire, és igény felméréssel és dolgozunk. Egyszeri egy díjat befizet. Egyszeri díjat befizet a bérlő, igen, és akkor te keresel neki a bérletet. Ide egy hallgató, jó a felvetés, hogy a szabályozás is megkerülhető, 80 a plafon, akkor még adjál 20-at zsebbe, tudod, csak itt tudsz bekerülni. Tehát ez nehéz is igazából szabályozni. Egyetlen megoldás lenne, ha baromi sok lakás épülne, és akkor ez tulajdonképpen, mivel rengeteg új lakást jönnek ki a földből, azért az valamilyen színen szerintem lejjebb nyomná nyilván az árakat, akár az albérleti árakat is, és hát az új ingatlan árát. Ami így nem van, épül elég, addig viszont hát az egekben van. Hát halljuk, hogy a lakás árak is az elmúlt pár évben ugye mennyit emelkedtek, nyilván megnőtt a kereslet, és ez ugye rántotta föl az árakat. Na jól van, hát nagyon érző szíved van neked, örültünk, hogy beszéltünk komolyan, ez nagyon szimpatikus, Zsanett, de szerintem előbb-utóbb vált szakmát, ha már minden este megiszol majd egy pohár rozét, és egy kis kék frankos, vagy rozéval talán rád a párod, és akkor már eljött az idő, hogy... Telesírt párnával. Lehet, hogy ez a foglalkozás, ez nem neked való. Hát én úgy gondolom, hogy igen. Eddig a tapasztalatok azt mutatják, hogy igen. Úgyhogy megtartom a foglalkozást, és inkább a többségnek engedem, meg próbálok segíteni nekik úgy, hogy közben én sem halljak éhen, mert lehetséges, csak akarni kell. Igen. Hát... El lehet nyerni a bizalmukat azra is, hogy elviszed, csinálsz egy nagy patáliát. Mit képzellek magukra? Nem szégyellik magad? Ennyi pénzenok elég kiadni ezt a lakást? Egy percig sem maradunk tovább. Elviszed egy másik helyre, ott pedig rögtön kisveszik, mert azt mondják, annyira rendes ez a lány. Annyira ciki volt az előadás. Igazából mindkettő a te lakásod, csak az egyik is a listák volt. Ezért még nem vettek ki eddig, úgyhogy ez nem nagyon menővaló. Meglátjuk majd. Na jó, Zsanett, de tök jó, hogy foglalkozol, ez mindig jó, amikor az ember valami mást hall, vagy gondol egy bizonyos szakma képviselőjéről, mint amit valójában. Köszönöm, igyekszünk. Még egy kérdés jött hozzá, Zsanett, ott voltál a szökők útnál? Nem igen, igen, ott voltam, úgyhogy túl vagyunk mindenek, köszi. Jó, néhányan itt kérik az elérhetőségedet, nyilván nem randi szempontjából, hanem albérletet keresnek, adhatjuk, vagy csak óvatosan, vagy e-mailt adjuk, persze, hogy mit adjunk. Persze, ha én egyszer albérletet keresek, vagy megyek, majd kirak a feleségem, mert elege van a dolgokból, én csak téged hívlak, komolyan. Együtt zokogunk majd egy hét emeletes lakás 6. emeletén, mikor látjuk, hogy bárányok legelnek a konyhában. Aztán nem elküldeni Balázst, amikor majd megjelenik két rohadt nagy Samsonite a igen, nagyon borostásan kialvatlanul bekopogtatok majd hozzá. Mit tavatok egy pár napig, kirangott a Viki. Puszi Zsanett, köszönjük. Nagyon ciao, szépen köszönöm. Hello. Sziasztok, szép napot. Hello. Ugye, hogy utálom az ingatlanosokat? Adjál még nekik, már írt egy igen. Pár. Jó, nem, akinek jó. Nem inge, ne vegye magára. Ha becsületesen dolgozol, nem akar senkit átvágni, akkor téged szeretlek. Aha. De egyébként utálom az ingatlanosokat. Világos, értettük. Mi ebben az országban mindenkit szeretnie kell? Nem. Nem kell szeretni, utálom az ingatlanosokat, és olyan jó érzés ezt kimondani. Kicsit könnyítek a lelkemen. Te kit utálsz? Én? Azokat, akik nem harcolnak meg minden munkáért. Fél 9 volt pontosan, 5 perccel jövünk mindjárt. Ákos híre jutem. For sometimes the shit just seems everybody only wants to discuss me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Now this looks like a job for me. So everybody just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so easy. 10 perc pontosan, 9 óra, hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk, a gyerekek itt ingatlanosok kontra. Anna kontra, Laci, Jani elmesélte az ő bérbeadós történeteit. Itt ezen felbojdult a Mékas, és mindenkinek egymásnak feszülve próbálta meggyőzni a másikat, hogy a piaccal van a baj, a szabályozással, a magas ingatlanárakkal, a vevőkkel. Anna is bejött, srácok. Beszállt a vitába, csak én unatkoztam. Láttátok volna az egészet. Hiszen te gyűlölöd az ingatlanosokat, és nem érdekel az egész. Csak én unatkoztam rettenetesen. De ezzel nincs. Nem, hallottam itt mindenkinek a történetét, végighallgattam, hogy képen ki ad, képen ki vett ki, régen adott ki, és nem tudta kirakni a családot. Elképesztő vircsaft volt az X-Men Apokalipszis című film. Utolsó 5 percét képzeljétek el, kb. Ezt történt. Az én fiam fejem lilult. Anna, Laci, Annával. Mindenki megpróbált meggyőzni, hogy hol a hiba.
mert tényleg van, aki lakást árul, vagy éppen kiad, van, aki adott már ki, vagy akar kivenni, van, te nem tudtál valakit kiköltöztetni, valakit átvertek, úgyhogy... Aztán ki tudtuk költöztetni. Végül is csak 300 ezer forintot hagyott maga után, adósságként a félig kirámolt pecót nyitott ajtóval. Ez volt, így tudtátok kirakni? Igen. Igen? Így tudtuk kirakni, és aztán soha többet nem adtuk ki. Soha többet, mert azt mondtuk, hogy akkor inkább ne, mert ezt nem vállaljuk be. Hát nem csodálom. Egyébként nagy macera. Valahol ezek a magas árak azért védik a tulajdonosoknak az érdekeit is, meg a magas kaució is, tehát hogy nem akarnak olyan helyzetbe kerülni, mint ahogy nagyon sokan kerülnek, hogy beengedsz oda jói szeműen valakit, kiadod neki a lakást, és utána pedig itt egy-két hónapig rendesen kapod ugye bérleti díjat, rendesen fizeti a számlákat, utána ez marad el, az marad el. Ez utána... diszkrimináció, azt tudod, ugye? Persze. De tényleg az, azt mondod, hogy aki kibírja fizetni a nagy pénzt, az rendes. Igen. Mert aki kis pénz... Jó, ne akarj nekem esni, láttam már. Igen, sok esemes van, az Indexen azt írják, például írtak egy cikkben, hogy az EU-ban a fizetésekhez képest itt a legdrágább az ingatlan bérlés, ebben is van valami. Mi kicsit áron alul adtuk ki a lakásunkat, a bérlő egy idő után nem fizetett, leamortizálták a lakást, mire rendbe hoztunk, minden nem fedezte a korábbi kiadási díj, feljelentés, rendőrség, majd elévült, és nem kaptunk egy fillért sem. Akkor inkább többért adja ki az ember, de legyen miből fizetni a költségeket. Tökéletesen meg lehet érteni ezt a szempontot is. Nem csak az árak szabadultak el, sokszor az ingatlanosok is. Múlt héten voltunk megnézni egy lakást, ahol 2 millióval kevesebbet ajánlottunk egy lakásért, az ingatlan közvetítő annyira megsértődött, hogy kidobott minket a lakásból egyszerűen, mintha neki bármi köze lenne ahhoz, hogy mennyiért akarjuk megvenni a lakást. A külföldieknek kiadott Airbnb-s lakások verik fel az ingatlan árat, ezzel nem tudnak a hazaiak versenyezni. Hát ebben is van valami, hogy rengeteg ingatlant is felvásároltak, ugye a belvárosban kiadják el az Airbnb szolgáltatása egy éjszakára, két éjszakára, három éjszakára, mindenki próbál utánuk menni. Árát nyomja föl. Az ingatlan árát is, persze. Igen, de az kiadó ingatlan, hát most, hogy egy éjszakára valaki ezzel az Airbnb-vel kiveszi az a havi bérletet, nem tudom, azt nem látom annyira, de lehet, hogy igazad van. Igen. Na jól van. Azt írják, hogy Balázs, ha kemény vagy, akkor ezek után beülsz egy taxiba egy ingatlanossal, meg a Bereckivel is mentek egy kört Szentendrére, és vissza a 8-órási forgalomban. Dávid. Jó. De lehet engem most orozni, én legalább kimondom. Érted? Hát én ki legalább kimondom, mert mindenki utál valakit. Szóval, hogy mindenkinek van egy fétise, hogy ki az, aki melyik ember típus nem szereti. Nem? Vagy ugrasz rájuk, mert azt gondolod, hogy egyébként sokszor vágják át az embert, vagy lehúzzák, érted? Na most neked elég sok ilyen van. De én legalább kimerem mondani, jó, nem vagyok ilyen puapölcs, érted? Hát kimerem mondani, elmerem mondani, hogy én utálom. Mi vagyunk a puapölcsek. Megkérdeztem, hogy ti kit utáltok, és akkor nem mertetek senkit mondani. Nem meritek kimondani, érted? Én Kézikét utálom például. De most mit csináljak? Ettől gondoltam, hogy tudjuk az régi közszerés, hogy győzik-en között. Jó. Akarsz róla beszélni? További sok sikert kívánok neki, érted? Na mindegy, de elmondtam, hogy vannak azért normális. A munkájukat normálisan végzők is, csak kevés. Pontosan így van. Nekünk, amikor volt egy ilyen pici lakótelepi lakásunk, ott egy olyan ingatlanost fogtunk ki, illetve volt két ingatlanos sztoria, az egyik azt mondta, hogy ezért a pénzért soha nem fogja kelleni, na viszontlátásra, ez volt az egyik. A másik naponta hozott újabb és újabb vevőket, és tényleg van és ilyen. Azt mondta, hogy van. Ennyiért pakoljunk még rá egy picit, el fog menni többért is. Miközben az előző ingatlanos azt mondta, hogy viszontlátásra. Érte. És nagyon-nagyon jó tapasztalatunk volt ezzel az ingatlanossal kapcsolatban. Marha jól végezte tényleg a munkáját, és én azt gondolom, hogy ott például megérte azt a százalékot, amit ő kért. Aztán van az a típus is, amiről te beszéltél, aki jóformán tényleg nem csinál semmit, fölpakolja az internetre, megkéred arra, hogy megmondod neki, hogy milyen típusú vevőket hozzon. Vagy éppen a másik oldalon, amikor te keresel lakást, elmondod neki, hogy hol szeretnél lakást találni, hogy hol nem szeretnél, hogy milyen paraméterekkel, még véletlenül sem hoz neked olyat. Közel van az ahhoz, közel amit van, mondod. Nincs közel. Igen. Batthyány utca, nem a Kossuth utca. Hogyha 60 négyzetméter, 120 négyzetméter. 15 millió alatt, 15 millió felett. Tehát semmi nincsen. Köszönő viszonyban sincsenek azok a lakások, amiket hoz, azzal, amit te szeretnél venni, és nem érted, hogy miért. Igen. Na jó van, oké, lezártuk a témát, mutatjuk a beugrót a hármas ugrásra. Jó, figyelj mindenki, aki játszana velünk. Édes jó magad! Jó, nem nehéz. Ez nem nehéz, jó? Illetve, hogy mit hallottuk, 2 darab dalcím, vagy előadó, ez kell nekünk, ha játszanátok hármas ugrást. Mi pedig jövünk nem sokára a hírek után, mi van? Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en.
Egyszer a fejedre húzom, meglásd a kukád. Ha hajnal háromkor megint ugat a kutyád. Amikor korra reggel ébredek a flexre, olyankor anyádékkal gondolok a szexre. Hát kérlek költözz el, kérlek költözz el, kérlek költözz el, boldog is már mást. Kérlek költözz el, kérlek költözz el, megmutatom neked a vasútállomást. Vedd észre, nem vagy te egy honfoglaló tatár. A kerítés nem csak jelkép, az a telek határ. Tudom én, hogy éhesen az élet bizony kemény, de az a fa, amiről te almát lopsz, az enyém. Hát kérlek költözz el, kérlek költözz el, kérlek költözz el, boldogítsál mást. Kérlek költözz el, megmutatom neked a vasútállomást. Mikor a zaj miatt már 80-szor szóltam, a lelki szemeimmel láttalak már holtan. Hogyha csend lesz végre az állandó zaj helyett, ígérem, én sem fűzgélem tovább a nejet. Hát költözz el, kérlek költözz el, kérlek költözz el, boldogítsál mást. Kérlek költözz el, kérlek költözz el, megmutatom neked a vasútállomást. Légy jó szomszéd és költözz el, kérlek költözz el, kérlek költözz el, boldogítsál mást. Fogd a flexed és költözz el, kérlek költözz el, megmutatom neked a vasútállomást. Légy jó és költözz el. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk pontosan. 9 perccel, hello! Drága hallgatók, itt vagyunk, kedv van, egy kicsit borongós az időjárásunk, és hát azt nézem, hogy mi lesz még a héten, lesz-e esetleg napsütés. Ó, hát gyönyörű dolgokat látok én a telefonomon. Jövő, és most holnap... meg az időjárás. Ja, hogy Malagát nézem. Te is hülye vagyok. Malagát vagy pornó. De konkrétan megörültem. Ó, 28-ot mondtam, bejött valami melegfront az iskoláját, de akkor kicsit arrébb tekerem. Budapest, jó, hát igen, így már más az összkép. Szóval, de ez se rossz. Egyébként... Borongós, de eső nem lesz. Eső nem lesz, szerdán, holnap még borult lesz az időjárás, aztán csütörtöktől visszatér a jó idő, és ha nem is nyárias meleg, de ez az igazi indián nyaras, 20-21 fok és szikrázó napsütés. Nem ugyanaz, mint Malagán, de jó, ez nem rossz. Ez a mi Malagánk, így van, eső nem lesz. És úgy néz ki, legalábbis a telefon szerint, hogy még a hétfő kedd is rendben van, hát addig azért azt nyilván változhat, de hogy jó idő lesz, reméljük, az utolsó turnénkon. Jelen pillanatban, hát hogy mi lesz a folytatásban, azt ugye még senki nem tudja. De ez most ebben a formában valószínű így, mint Klassz FM az utolsó turné. Sopron, Kaposvár, Baja, Eger, Budapest. Így van. Ugye Deák így tér, van. Kossuth tér, Szent Háromság tér. Gárdonyi Géza tér. Duna. Így van. Na, hát akkor tegyétek össze a városokat általam és a tereket Jani által, és akkor tudjátok, hogy hol leszünk, de föltesszük majd a Facebookra, Instagramra, mindenhol a helyszíneket. Várom mindenkit szeretettel, gyertek, Sopronban kezdünk, jövő héten hétfőn búcsúzunk Soprontól is, és hát nagyon sok hűséges hallgatónk van ott is. Autót viszünk. Hűtőszekrényt viszünk, ajándékokat viszünk, magunkat visszük, a stábot, úgyhogy találkozunk jövő héten. Jó lesz. Ilyenkor pedig már ugye Kaposvár, Kossuth tér. Ott ja. Egy hét múlva. Ja. Ott szuszogunk majd a sok Riska után. Kérem? Hogy csinálsz? Igen? Igen? Szuszogunk a Riska után majd. Na, igen, mert János Csicskóhot szeretnéni valaki, gyerekek, hétfőn kegyelmezem meg rajtunk, és akkor nem kell egész héten hallgatni. Sopronban tele, eszi magát, fekszik, mint egy pókot, majd kiterülve, és utána akkor már kettő már nem kell is kohotot. De nem, meg, akkor már megvagy. Csomagterébe átviszem. Suzuki csomagterébe. Vegetarián óta én nagyon komolyan mondom, én azóta nem ettem jó Riskohot. Hála ugye Gáspár Beának. Hát akkor bejön, hogy Sopronba közel van. Csömörére ajtulán a nulláson az aluljáró
alatt áll a sor vége, óvatosan menjen mindenki. Fóti út az Osarik csak arra szól, 32 perc a Gyerekvárostól a felüljáróig, M3-as befelé teljesen off, nullás üres, szép napot nektek, RP küldte. Szentendrétől Budapestig a 11-es elesett, Szentendrén minden reggel már 6:30-kor áll a sor, 40 perces utat lehet megtenni másfél óra alatt. A 4-es úton Szolnoknál a 105-ös kilométernél sebességmérés a beugróból, Fercsi küldte, valamint Erzsébet körút a kolozsvári piacán három autónyi rendőr igazoltatja a személykocsikat. Ez így reggel egyébként egyfajta kínzás, nem? Tehát értem én, hogy kell, de reggel a dugóban ott még félreállítani valakit is igazoltatni, nem túl jó megoldás. Az M3-as kérdezétek sokan, igen, az eleset újítják a Kacsó-Pongrácz felüljárót, úgyhogy hát ott azt készüljetek, ez egy hosszabb történet lesz, érdemes alternatív útvonalakat keresni. Na, hozzánk pedig megjött Júli. Júli, jó reggelt, hello, ciao, Júli. Jó reggelt. Mi újság van, Júli? Igen, is szeretnék üzenni a Népliget metró megállónál áldogáló BKK ellenőrnek. Na mi? Hogy tök cuki, amit csinál, és jó kedvre derített. Na, mi volt? Táncol, puszit? Nem, ott áll, és mindenkinek hangosan jó reggeltet köszön, és mosolyog, és egy jó hangulatú csóka. Tudom ki ő. Te tudod? Persze. Hát ugye valószínűleg egyedül van, ugye az egész országban, vagy az egész fővárosban, tehát meg lehet jegyezni. Nagyon kedves, nagyon kedves. Hol áll, és mit csinál? Népliget metró megállón. Bocsánat, butaságot beszélek, mert itt szállok le. A határúti metró megállónál állt most, és mentem a Lidivel, rohantunk, és állott, és minden második embernek köszönöm. Egy jó reggelt kívánok. Mozgul, hogy tetején áll valahol? Nem, ahol bemész, ahol fel kell mutassad a bérletedet, ott áll, és köszönöm. És azt mondja, jó reggelt kívánok, szép jó reggelt, hogy vannak a reggelt. Igen. Akkor lehet, hogy kettő is van, ők az üdítő kivételek. Józan? Vagy kicsit drinkel? Vagy? Hát nem tudom, nem szondáztattam meg. Nem köszönöm, hisz ezt hátba döbbél gyűrésünk. De milyen hülye világ, nem? Hogy valaki kedves, igen, és akkor normális, hangosan köszönjük, és azt gondolom, normális? Baja van? Tudod, közön pedig, hogy mennyire jó lenne, ha ez természetes lenne. Simán lehet, hogy egyébként ugyanarról az emberről beszélünk, mert itt a Népligetnél is szokott állni egy úriember, általában mindig itt a jobb oldalon, hogy menjünk Kőmányok is felé, mindig nagyon udvarias, nagyon előzékeny, nagyon mosolygós, nagyon jó fej, mindenféle a BKK ellenőrökkel kapcsolatos sztereotípjának ellentmondó viselkedése. Nagyon-nagyon jó fej. És elkéri a bérletet? Kettő van belőle. Föl kell mutatni. Ingázik. Nem, az... Viszonyú sok ember jön, megy ott. Nincs egyedül, adj ide. És felolvasó délután tart, a körbe ülik néhányan. Valaki egy masszázs. Igen, egy fészek most csúszkamasszázs csinál, és jó mejhomasszázs is nagyon szereti. Ott a mozgó lépcső mellett szerint. A metró szélben. Nem, cuki, és egészen így meg is lepett. És elszaladtam mellette a Lidussal, és köszönt, hogy jó reggelt kívánok, örülök, hogy látom, hogy van ma reggel, és már mentem is tovább, és már a következő most sincs egy. Szaladgálunk, kislány. De ilyen mellett a legjobb bemenni, hát nem kell felmutatni semmit, nem? Hányan mennek be mellett? Köszönöm, jó vagyok. Volt egyed, bérleted minden ember? Persze, hogy volt. De hogy milyen apróságokkal lehet? Igen, de az a baj, hogy azért, mert nem vagy hozzászokva. Tehát, hogy ahogy szokták mondani, hogy tényleg az udvariasság nem kerül semmibe. Annyira kevés kell ahhoz, hogy boldoggá tedd az embereket magad körül, vagy hogy szebb legyen a napjuk, de pont azért van, mert nem vagy hozzászokva. Annál bosszankodtuk itt valamelyik nap, és ez pont sajnos ezeknek a sztoriknak ellentmond, hogy valaki kért tőlünk valamit, mondjuk így a webmailen keresztül, egy hallgató adott esetben kér egy hangfelvételt, kér egy dedikált autogramkártyát, stb. Megkapja, nem köszöni meg. Tehát, hogy nincsen ennyi. Tehát, hogy így de hát kérte már, érted. Ja, jó van. Igen, és általában amikor kérik, akkor oda szokták. És így nem érted. Nem érted, hogy miért. Szívesek. Na jó, amielőtt elcsöppenek, mondd mi a témát, mert nekem ez már túl sok. Van-e? Jó, most itt nyáladzunk még egy jó aranyos, oké, na jó, haladjunk, nem köszönjük meg, oké, na. Jó van, cuki, mindenki, jó, na. Egyébként az operett színháztól megkerestek, és azt mondják, hogy nagyon szívesen várnak téged itt, és a kisfiadat is kulisszajárásra, hogyha ennyire rá az operettbe. Az operettbe. Hát azért az, de még. Így van. Jó, köszönöm, mindenhol elmegyek, szívesen. Szívesen, imádok színházba járni. Telefonáltak, hogy olyan szépen beszéltél róluk, és olyan sokat, most már tényleg menjél is. Mondanám, hogy ki volt föl tegnap, de nem hatalmazott fel. Arra, hogy elmondjam, ki volt föl tegnap, na mindegy. Oké, mit hoztál, Júli, mi a téma? A büfé. A Mixi ház büfében Margiténi felhívom. Ányányom. Reklámot. A kérdés nyilván teoretikus, de mert hogy az elmúlt 7 évben egy csomó kérdésre válaszoltok, úgyhogy elég jól ismerünk titeket a hallgatók is. Van-e bármiféle megmagyarázhatatlan fóbiátok, félelmetek? Ha persze, a kígyó. Neked a kígyó? A kígyó. A kígyó.
Balázs, neked? Hát nem tudom, van. A magasság például az egy ilyen fóbia, ami nekem nem volt. És tériszonyos lettem, és gyűlölök repülni, és egyre jobban félek, és mindig kell kinnom két viszkit gyorsan. Még a tranzitban. Vagy van-e szóval, valami vonzódás? Arról többet tudnék. Csak az nem annyira rádióbarát, de arról egyre többet tudnék. Nekem van egy nagyon komoly félelem, hogy egyszer eltévedek egy török gőzfürdőben, és nem találom a török közül. De nyugi, én ott leszek. Mert én itt vagyok, te kis hamis, nem arra van, aki járat, én már régóta járok ide, engedd el a senkem. Igen, a Dómuszban női cipőket szagolgatok, de hogy is nem. Van, szerintem van egy csomó, de hogy öregszünk, mindenkinek van egyre több minden. Na mert hogy az elmúlt néhány évben, mondjuk most már lassan 5 évben, óriási keletje van a reinkarnációs utazásoknak, illetve utaztatásoknak, igen. Ami elvileg ugye ezekre a kérdésekre, ezekre a megmagyarázhatatlan félelmekre, illetve vonzódásokra ad választ, hogy ennek ugye az előző életekben vannak a gyökerei. Hogy engem megelett egy kígyó? Vagy tényleg maximum agyorúgat és szamár az előző életedben. Hát de akkor, de várjál, értelek, de a szamár, akkor hogy jön a kígyó? Legázolt egy tomato kombájn. Elütött egy traktor. Az előző életemben nem lehetett kombájn. 1913-ban egy dunavarsági gőzgombóc fesztiválon felrúgott egy szamár, és ott kilehelted a lelkedet valahol a csűrben hátul. Trágyába fulladtál. Na, de a trágyát szeretem, itt is milyen jó a közeg. Egyébként meg is érkeztünk, mert ez a legnagyobb félelmem. Nem a trágyába, hanem hogy beleesek egyszer egy emisztőgödörbe és szarba fulladok. Ez most milyen méltó befejezése lenne ez egyébként a pályafutásodnak. Bocsánat, mi a kis Erika felszett egy emisztőgödörbe, és megfulladt a kulába. És mindenki így ül. Rettegek tőled, de tényleg. Nem fogod vonzani. És nem is mész a közelükbe? Elkerülöd messziről? Hát próbálok. De miért nem csinálod azt, hogy ilyenkor ugye az a terápia... Az a terápia segít, hogyha valaki fél a pókoktól, akkor tesznek egy pókot a kezébe, kettőt, hármat, majd legyőzi. Tehát ugorj egy indián fejest egy emésztőgödörbe. Kicsit a dubickot, gyere át, nálunk még van emésztő, még van benne egy kicsi maradvány, már bekötötték a csatornát, gyere állj, megfüggetlek. Labdázom ott kicsit felette, földobod a labdát az aknából, én visszadobom, földobod, visszadobom, és akkor hát ezzel legyőzött, tehát menj elébe a félelmednek, persze. Uh-huh. Tehát, hogy csinálj olyan dolgokat, amitől félsz, előzd meg, menj bele. Kutya arra persze szűrj, gyere egy aknába. No, tehát, a kérdés, hogy voltatok-e már ilyenem? Ilyen miért? Jellegű reinkarnációs hipnózison, vagy utaztatáson, vagy akármim. Nem voltatok még soha, te se, Bali? De én voltam hasonlón egyébként. Hát, hogy ki? Micsoda meglepetés. Voltam. Figyelj, hát ez nagyon sok kérdés vett föl az ilyen, hogy ez most valóban a tudatalattidból jön, vagy csak látsz képeket, vagy azok a képek, azokat most látni akarod, és azért beszélsz arról a képekről. Kávé, Jani? Nem, most elhozom, de köszönöm szépen, hogy rajta vagyok. Szóval, hogy engem nem győzött igazából meg, nagyon sok könyvet olvastam az ilyen témában, és engem baromira érdekel, és sőt, hiszek is benne, azt gondolom, hogy igen, tehát vándorlunk életről életre. Ez egy túl bonyolult és túl szövevényes rendszer ahhoz, hogy ez csak ennyiről szól, hogy vagyunk, élünk, meghalunk, aztán ennyi. Szerintem ez ennél bonyolultabb. De nem voltam még, rohadjátok meg. De nem voltam még olyan szakinál, aki meggyőzött volna arról, hogy valóban egy kicsit a tudatalattimban mászkálva előhoz előző életből élményeket. Könyvekben olvastam szenzációsokat, ami hihetetlenül tetszett. De én ilyenem még úgy nem voltam, hogy meggyőzött volna. Na, mert a szakik. Tehát most ugye iszonylag keletje lett ennek, úgyhogy boldog-boldogtalan, és egyébként meg nagyon jó szakemberek is végeznek ilyen jellegű hipnózisokat, illetve utaztatásokat. Úgyhogy gondoltam, hogy elmegyek és kipróbálom, hogy ez, wow! Hogy mit hoznak felszínre az előző életeimből. Három helyen jártam. Mind a három helyen különböző dolgokat tapasztaltam. Elmentem egy nagyon trashre, egy kozmetikába. Ahol ott van Ica az auralátó, Zsuzsi a fényterapeuta, és Gabi a hipnoterapeuta. És Misi a hentes. Ica az auralátó nagyon autentikusnak tűnt. Ő elmondta, piros az aurám, majd megutaztatod. Tehát nyilvánvalóan annak, akinek komoly problémái vannak, és komoly kérdésre keres választ, annak nem kozmetikába kell mennie, de hogy most már annyira sokan foglalkoznak ezzel, hogyha akarsz, akkor akár kozmetikában is meg
megkaphatod. És nem volt, hogy véletlenül kijöttél a hipnózisból, mert valakinek nagyon fájt az intim gyanta? Tehát ilyen nem történt, hogy nyugodjon, relaxáljon tovább, üljél csak itt. Szóval jó intim gyantát csinál. Voltam kozmetikusnál, voltam egy hipnoterapeutánál, és voltam egy, hát lehet, hogy te már hallottál, egy najapi központban. Uh-huh. Najapi? Najapisoknál, igen, akik ugye nem a hipnózis eszközével, hanem egy ilyen nagyon mély meditatív tudatállapottal visznek el visszafelé az előző életeidbe. És ugye azok, akik ezt komolyan veszik, vagy komolyan gondolják, akkor azok azt mondják, hogy ha te az előző életeidben hozták különböző döntéseket, volt valami trauma, vagy élmény, ami a következő életeidbe is visszaköszön, és a jelenlegi életeidnek a blokkjai, vagy az elakadásait az előző életeidben kell keresni, és ott kell ezeket helyre rántani, és hogyha ezeket újra átéled, és ott megbocsátasz, elengedsz bizonyos dolgokat, akkor a jelenlegi életedben is helyre billennek ezek az elakadások, ezek a blokkok. Csak annyit árulj el, hogy a háromnak ugyanaz lett az eredménye, tehát ugyanazokat a blokkokat és a múltat. Hát vagy mondd el mind a hármat, hogy igen volt. Van, vagy idői anyában kozmetikát. Először kezdjük a kozmetikával, hogy ott mi volt. Volt ez, amit a Balázs mondott, hogy felkiáltott valaki, amikor letérték róla az intim gyanta csíkot, hogy cica nyelve. És mindig mondták, hogy Júli, ne törődj el, Józsi mindig így üvölt, ha leszedjük róla a sekször. Bírta Józsi, mindig nagyon üvölt, igen. Annyira finnyás. És utána felragasztjuk a homlokát, hogy legyen itt fésülni. Na, oké, mi volt a kozmetikában? Azt hagynám a végére, mert hogy az volt a legdurvább, oké. Legfurább. Tehát lényeg az, hogy nézzük, mi volt Nairobiban. A najapisok azok nagyon érdekesek, volt előtte egy ilyen elbeszélgetés, ugye ennek a módszernek az a lényege, hogy ők azt mondják, hogy mindenféle testi bajnak lelki eredetű okai vannak, és hogyha megtalálod ezeket a lelki okokat, akkor a testi baj is helyreáll. És hogyha meg akarod keresni ezeket a lelki okokat, akkor néha vissza kell nézned. És én mondtam neki, ugye felhívtam, hogy hát én szeretnék ide-oda utazgatni, mondta, hogy hát ez nem úgy megy, hát egy konkrét problémát meg kell fogalmazzak, hogy mi az én életemben az elakadás. Mondtam, hogy az én életemben nincsen elakadás, de hát ha már így nagyon-nagyon szőrszál hasogatunk, akkor nekem a legnagyobb problémám az, hogy ha valami hosszú ideig jó történik az életemben, hogyha jó paszban vagyok, hogyha működik az életem, működik a házasságom, a családom, a munkám és minden kerek, én mindig arra készülök, hogy mikor lesz ennek vége. Uh-huh. Van egy ilyen szorongásod, hogy ez meddig tart, hogy ez mikor meddig lesz tart, vége, és hogy egyszerre elveszítem. Sose hiszem azt, hogy uh-huh. Tehát én nem hiszek abban, hogy ez örökké tart, és én mindig arra készülök, hogy mikor üt be a krak, és tulajdonképpen várom is, hogy mikor üt be a krak, és arra készülök, hogy ez akkor egyszer csak így megtörténik. Robi fogadott engem. Ő a najapis? Igen, najapis, akiről beszélgettem vele, kérdeztem, hogy neki, hogy jött ez az életébe, és mesélte, hogy ő egyébként egy informatikus volt korábban, és a feleségével mindent elkövettek azért, hogy gyerekük legyen, és aztán nem sikerült ezt sehogy se összehozni, és akkor elkezdtek B-tervekben gondolkodni, és megismerte ezt a technikát, és lám rögtön összejött a gyerek. És azt gondolta, hogy akkor ennek a módszernek tényleg van létjogosultsága, elkezdett ezzel komolyabban foglalkozni, és most már tanítja is, illetve ilyen meditációs kurzusokat szerveznek. A történet úgy nézett ki, hogy lefektetett engem egy matracra. Na jó, kezdődik, vetkezzen, leülni. nem kellett levetköznöm, kellemes félhomály volt ebben a szobában, lefektetett egy matracra, akkor oda kuporodott a fejemhez, valamit ott csinált, ő azt mondta, hogy ez kicsit olyan, mint hogyha... A gacsájában. Igen, fura csattogást hallottam. De azt mondta, most csak húsmanul kommunikál. Szóval, azt hogy... megint a szent folyadék. Mi? Jaj, menjetek már francba. Na, legyek az, hogy... Igen? Hogy egy ilyen... Talán egy ilyen energia... Nem tudom pontosan megfogalmazni, hogy mi történt. Ő azt mondta, hogy csak olyan dolgokat fogok látni, aminek a feldolgozására képes vagyok, és amely élmények... engem a jelenlegi boldogulásom majd segíteni fognak, és oda kuporodott a fejemhez, és azt hiszem talán így fogalmazott, hogy egy ilyen energialöketet adott az én agyamnak, tulajdonképpen kinyitott egy kaput, ő azt mondta. És a homlokodra tett valamit. Feltett a homlokodra, ami fura bőrérzetű valamit. Ami ott csücsült egy ideig a homlokodon, egy idő után már nem is tűn nehéznek. Csak a szorosságos szancskó. Ne lepődjön meg, még nem száradt. Felhelyezte a gyógynövényen zacsiját. Egy afrodiziákummal. Érzi már a totememet.
Nagyjából egy órán keresztül tartott egyébként ez az utaztatás, és több különböző állomáson mentem végig. Mondta, azt mondta, hogy az első, mondjam ki az első szót, ami az eszembe jut. És ahogy behunytam a szemem, egy ilyen cukros fánk képe jelent. Egy hatalmas Dunkin felirat. A Blahalújza téren, mert ott voltak régen, amik ki nem voltak. Kettő Dunkin fánk. És én mondtam közben is, hogy nekem az a problémám, hogy nem tudom eldönteni azt, hogy amit én most látok, az most valami előző élet, vagy csak egész egyszerűen valami filmet láttam korábban, aminek most a képei ide most beszűrődnek, mondta, hogy emiatt ne aggódjak, mert hogy azok a film részletek, amik megragadnak, az sokszor azért ragad meg, mert hogy emlékeztettek egy előző életre. És a történet lényege az, hogy én olyan életekben jártam, ahol egyszer egy amerikai nagyvárosban éltem, ahol folyamatosan vártam haza a férjemet, és én nem dolgoztam soha, és ez nekem rettenetes frusztráció volt. Na várjál, ez neked képek formájában jelent igen, meg? Igen, tehát hogy az első kép az volt, hogy egy nagyvárosnak az utcáin sétálok, és meglátom magam a tükröződő kirakatban. Uh-huh. Egy viszonylag hosszú ballonkabát volt rajtam, és kóborlok céltalanul. És akkor arról beszélgettünk, hogy miért, hova megyek, mit csinálok, miért történik ez. És mondom, hogy azért megyek itt, mert nem akarok otthon lenni, mert üres a lakás, mert a férjem nincsen otthon, várom haza a munkából. És akkor ennek az egész történetnek az lett a vége, hogy aztán a férjem elhagyott. Akkor mentünk visszább. Volt egy olyan élet, ahol valami füves asszony voltam, akit aztán felnyomtak azért, mert boszorkány, és felakasztottak. És az volt az utolsó kép, hogy állok az akasztófa előtt, és nézek rá a tömegre, akik csak így néznek vissza rám tök szemtelenül, és az az érzésem, hogy senki nem fog közbelépni, és hogy én hiába segítettem ezeknek az embereknek a füveimmel, engem fel fognak akasztani, és senki nem fog közbelépni. Oh. És akkor a harmadik út pedig az volt, hogy egy futóverseny. Kalauz voltál a felcsúti kis vasútól, és egész nap tetriszeztél. Annyira rohadt magányos voltál, hogy a vonat alá ugrottál. És bemohásodott az éjszaki fele. És egy futóversenyen vagyok, és azt érzem, hogy borzasztóan fel vagyok készülve, és hogy a legjobb formámat adom, és így is csak a harmadik vagy a negyedik lehetek, és ott állok a célban megdöbbenve, hogy én azt gondoltam, hogy én leszek az első, és ehhez képest mégis valahol hátul kullogtam. És nyilván ezek a dolgok, amik így ilyenkor így előjönnek, ezek én úgy magyarázom, hogy neked van egy aktuális problémád, és ehhez te teremtesz képeket. Én nem vagyok benne biztos, hogy amit én láttam, azok előző életeknek az élményei voltak, hanem szeretnél megoldani egy problémát, és ehhez elkezdett használni a fantáziára. Igen. Én nekem is ez volt vele a bajom. Én is voltam ilyen utazásom, meg hipnózisom, meg mindenféle. Nekem volt olyan kép, hogy második világháborúban orosz katona vagyok, valahogy gyaloglok, hideg van, letérdelek, megfagyok, vége van. És ezt én így láttam, és ezt én elmondtam. De hogy ez most ez egy könyvélmény, egy filmélmény, az én tudatalattimból jött, hogy valóban így történt, vagy én ott csak láttam valamit, mert elindult a fantáziám. Szóval egész egyszerűen nem tudod ezt a dolgot hova tenni és megmagyarázni. Valódi képek, kitalált képek, fantázia, nem fantázia. A Pránonadinak is van egy ilyen utaztatós része, amikor te elmész mondjuk ilyen előző életeket felkutatni, helyre tenni. Ott azon is voltam, én ilyet is utaztam, ott se történt nagyon más, csak képeket láttam. Szóval nekem ezzel mindig az a bajom, hogy mi a bizonyíték arra, vagy honnan tudod? Azt mondta Robi erre, igen? Hogy nagyon elevenek lesznek az élmények. Aha. És annyira elevenek lesznek az élmények, hogy én ezektől lehet, hogy nagyon sírni fogok, vagy nagyon nevetni. Elevenek voltak? Tehát úgy élted én, meg? Én többször elsírtam. Tehát volt érzelmi töltete, igen, a képeknek. Igen. Aha, na mondjuk az egy fontos bizonyítéka lehet ennek. De hogy, mert hogy például ott, amikor, amikor volt ez a kép, hogy ott állok és mindjárt felakasztanak, akkor valami olyan mélységes szomorúság járt át, és egy ilyen elkeseredettség és csalódottság, hogy az emberekbe vetett hitem tehát csalódtam. Na, lényeg az, hogy akkor ez a fajta fájdalom és ez a rossz érzés annyira átjárt, hogy nekem potyogtak a könnyeim. Uh-huh. Nem lehet, hogy Robi Totemja húzta a nyakláncodat. Igen, hát ezek érdekes dolgok, hogy mit dob föl az ember tudatalatté, meg honnan jön. Most tök mindegy, hogy akkor ez most előző élet, vagy nem előző élet, a fantáziád, vagy az előző életed ad választ, mert hogy egyébként úgy kelsz föl ebből a utaztatásból, hogy baromira megkönnyebbülsz, és egyébként egy jó érzés jár át. Tehát, hogy nyilván, hogyha valaki ezt ilyen terápiaszerűen csinálja, annak szerintem ez működhet, hogyha komoly elakadásai vannak. A hipnózis az ugyanez,
illetve hát nagyjából illetve nem ugyanez, mert hogy az előző az nem hipnózis volt, hanem az egy ilyen mély relaxált állapot volt, a hipnózisban hipnózisba visznek. Az például számomra egy rettenetes ijesztő élmény volt, mert hogy nagyon gyorsan beszippantott, tehát pillanat alatt kikapcsoltam, úgyhogy ott meg egy ilyen nagyon kövér asszony voltam valami nagy kastélyban, és néztem a saját tükörképemet nagy csöcsökkel, meg nagy falral. Tehát, hogy ilyen... mindenképp, aha, minden előző életedben magadat nézett, hol New York utcáin egy kirakadva, nem, egyébként tehát a történet lényege az, hogy ő vezet téged, tehát megmondja, hogy nézd meg magad, hogy mit tudsz elmondani magadról, tehát hogy milyen voltál. Nyilván kíváncsi vagy arra, hogy hogy nézhettél ki előző életedben, mert abban nagyon sok mindent le tudsz szűrni. És hát a legérdekesebb ugye az, hát, vagy legérdekesebb, hát a harmadik, ez a kozmetika. Ahol hát ült Anikó a kozmetikus. Teri a látnok, és Béla a szupergyantás. Klasszik. Klasszik kozmetikai szolgáltatások, és egyébként van ennek a résznek, ennek a kozmetikának egy olyan szolgáltatása, hogy előző életekbe való utaztatás. Egyébként azóta már rákerestem, tehát, hogy így tényleg már olyan emberek csinálnak ilyeneket, hogy őrület, de hogy arra gondolom, tehát ennek semmi nem értelme nem volt. Tehát, a rádióból abba szólt. Duruzsolt a fülembe, és kérte, hogy menjek vissza az előző életeimbe, és hogy milyen képeket látok, hát nem tudom, ott is valami középkori várban sétálgattam ide-oda, de hát én szerintem egy kozmetikában túl sok duruzsolt a füledbe? Igen. Miközben ott valakit főnöztek, gondoláltak, berakták a mellírt a hajába, és szedte a szemöldet. És ketten szörtejtették a lábadat közben. Ez egy ilyen holisztikus kezelés tulajdonképpen. Na, és arra gondoltam, hogy hát ugye most már rengeteget gondolkodunk azon, hogy november után merre, hány méter és hova vezet az utunk. Hogyha nyilván a kozmetikusnak sem voltak különösebb tapasztalatai, illetve nem végzett el semmilyen tanfolyamot, csak azt mondta, hogy ő erre ráérzett, hogy ő ezt tudja. Hogy én is ráéreztem, hogy ezt tudom. Wow! Úgyhogy, kiderült, hogy vannak ilyen képességei? Utasztató vagy? Utasztató lettél? Hogy most már utasztatok, úgyhogy arra gondoltam, hogy de vissza is hozol, nem vagy ezt a bizarr vármániádat lehet, ja, meg kellene találni. Nekem sokkal jobban tetszett, én Balázsit göngyölítettem volna fel, mert szinte látom magam előtt a jelentet, hogy a távolban balalajka hangszól, egy kicsit fúj a szél, és Balázs ott idereg ott a hómezőn. Ez volt, és én láttam ezt konkrétan. Komisszár elvtárs, nagyon fázom. Húz magadra, szorosabbra a gimnasztyorkát, vászka. Hát így beszél mindjárt az ember. Így beszél az ember előző életbeli élményeiről. Szóval, hogy arra gondoltam, megfagytam, hogy vagy esünk neki a Ferinek esetleg, hogy átküldtem neked egy relaxációs zenét, illetve nem neked, hanem átküldtem a Lacinak, amit átküldtem neked. Be is raktam. És hogy a Ferit utaztassuk meg. Fú, az a baj. Sokáig ülünk itt, akkor az nehéz lesz. Mit fog látni? Traktorokat, kombájnokat, malaszokat, kolbászokat, gyönyörű boros hordókat. Valószínű ez az első megtestesülése emberi. Nem lesz biztos, hogy a kocsmába ezért tarkon vernének ezért a zenéért, mert ott rendes muzsika van. Az a baj, van. Az első képben mi eszembe jutott, hogy meghallottam az első néhány hangot ebből a zenéből, hogy fehér kis szoknyácskába ugrok, kötelezek valami parkba. Na. Akkor szerintem ott tartassunk. Nézd körül, ott vagyok melletted, én vagyok az apád. Dőj hátra, kérlek. Na, Ferit utaztassuk meg. Nem vagy akkor a Janit. Ja, Feri, nézzük meg. Feri, nézzük, csukd be a szemed. Oké, mit csináltak a kozmetikában veled? Hát először is lefektettek, de akkor te most ülsz. Hát nem hozod ide a totemedet, Juli? Nincsen totemed. Majd én rárakom a homlokodra mindjárt. Azt nem kéne. Hozd a körömcsipeszt. Tényleg ez milyen. Képzelj magad elé egy békés tájat. Ezt mondta a néni neked. Tilikém, egy forró gyantát itt Józsinak kezdve keverébe, jó? Igen. Békési tájat? Miért? Ez csüdöföldenek? Légzésed legyen nyugodt, és kiegyensúlyozott. Az már haladjunk. Az is volt eddig is. Mit látsz magad előtt? Kópa. Várjál még. Abból van a kígyó? Mire gondolt? Pina. Nem, két pina. És most? Még mindig. Nem, most mi az első szó, mi eszi meg, Pina, Feri, ez egy reinkarnációs tanfolyam, uram, legyen szíves. Igen, és akkor belép valaki kezes lábazva. Kezdj csókolom, mely fénycső éget ki? Igen? Feri. Igen. A hangod nagyon jó, Júli. Itt vagy még? Itt, ahol lennék, hát nem mentem sehova. Hát ez az. Ja. Nem, már nem vagyok itt, Júli. Kérlek, beszélj arról, hogy mit látsz. Na, milyen kép van előtted? Semmilyen az ég egyet. Ne, valami biztos van. Valami biztos van. Mit látsz? Még mindig ott, hogy a kozmetikában.
adok valakinek valami a kínaiból? Nálunk nem volt kínai. Te ne esd ki a szerepedből, hát te ott fekszel. Hát te lökdösöl. Teljesen csönd volt, úgyhogy ez az, hogy nem lehet. Nem lehet így. Csönd volt, csönd volt. Nem, valakinek valami doklázból. Jó, dőj hátra, dőj hátra. Jó, igen. Kérlek, dőj hátra, és jó, az is te. Kezdeket, lábadat, lélegezz mélyen, egyenletesen. És most kérlek. Itt szóval hívjál valakit, mert megint eldugult a budi. Jó, azt hiszem, erre egy rádió is kevés. Pontosan így van, tehát érdekes volt, és jó pufa volt. Nyilván az, aki ezzel szeretne komolyabban foglalkozni, annak nem a kozmetikát ajánlom. Mert, hogy mondok én egy jó könyvet, jó, nem haragszotok, hogy ebből a témában is tudok ne, jó könyvet. Ne, mondják csak nyugodtan, nem okos vagy. Ez egy elszigetelt érzés, kávét. De valójában túl okos vagyok ez a műsorhoz, tudom. Olvastad, Júli, vagy nem olvastad? Nem mondtad még a címet. Ja, ez egy fontos dolog, köszönöm, hogy szólsz. Kicsit feledékeny vagyok mostanában. A Michael Newton, ő egy amerikai világhírű pszichológus, és baromi jó három részes könyvet írt arról, ő is egyébként hipnózis, egy bizonyos hipnózis módszerrel hozza felszínre kliensei segítségével a tudatalattiból az előző életeket. És arról szól, hogy most megvizsgálta... Nem, elhozom neked, megvan három részből. Áll három ilyen, egyébként egy 100 oldalas kis vékony könyvecske. Hát megvan nekem mind a három rész. Betírni nehéz is. Nagyon érdekes, megmutatja, hogy mi történik a halálod utáni pillanatban, egyéni hipnózis beszámolók alapján. A halálod utáni pillanatban, utána a két élet között, és hogyan történik az új test kiválasztása és a leszületés. Uh-huh. És egy baromi híres amerikai pszichológusról van szó, aki megcsinált 10 vagy 20 ezer emberen ilyen hipnózist, és erről utána írt egy könyvet, amit hangfelvételekkel tud bizonyítani, hogy valójában a köztes állapotról, a halál után és a leszületés előtti állapotban mi történik a lélekkel, hogy lép ki a testből, hogy mit élnek át a klient, hogy hova megy, hogy ott fönn mi történik, hogy választ új életet, új testet, új szülőket, és aztán hogy éli meg a leszületést. Ez 300 oldal, ha valóban érdekel 300. A téma... 300, ha valóban érdekel a téma, figyelj, megrázóan élményhű egyébként, ahogy leírják a kliensek, még hogy mi történik. A címet írót? Lelkünk útja, vagy a lelkünk útjai ez a címem. Én elhozom neked holnapra. Milyen Newton? Michael Newtonnak hívják az embert, egy amerikai... Nem, egy DJ? Nem, egy amerikai pszichológus. A híres tanisnyedájáros Isaac Newtonnak. Dr. Michael Newton. És baromi nehéz megkapni az ő könyvét, mert nem Libriben nincs, talán édesvízű meg lehet, de nagyon érdekes és nagyon izgalmasan írja. Egyszerűen megrázó az, hogy úristen, ha ez valójában igaz, akkor milyen érdekes utazás kezdődik, amikor azt gondoljuk, hogy itt valaminek vége van. Behozom holnapra, olvasd el, kíváncsi vagyok rá. Tök okay, jó. Remek, köszönöm tök szépen. Mi pedig köszönjük, Janival, hogy melyik könyvet ne keressük. Ez meg nektek nem való. Nem, ne szóval várok, csöcsök, torták, kolbászok, disznók, mangalicák. Ezt hozom nektek, te Júli, egy kicsit más szinten rezegsz, úgyhogy neked ezt tudom ajánlani. Jó, kíváncsi vagyok rá, köszönöm szépen. Puszi, köszönjük. És mindez, amit elmondott, egyébként a könyv hátoldalán van, mert ott a tartalmat. Nem tudom, miért fáj nektek, hogy néha megpróbálok más szemszögből is hozzátenni ez a műsorhoz, de hozzá vagyok szokva a bántásotokhoz, és egyben lepereg rólam, némi kultúrát próbálok csempészni a megszólásba. Tényleg jó egyébként, hát nektek nyilván nem, mert fiatal lelkek vagytok. Tudod, te nagyon jól. Második, harmadik leszületésetek lehet ez összesen egyébként, de idősebb lelkek is hallgatnak bennünket, nekik mondom, akik fogékonyak erre. A primitivitás áradatában te egy hullámtörő. Így van, gyerekek, gát vagyok én a primitivitásban. Egyfajta hullámtörőként dolgozom valójában. Na, játszunk egy jót, mit szóltok hozzá? Jó, persze, oké, kanaszta. Itt van, már is hallgatom. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, jó reggelt! Szia! Jó reggelt! Hello, hogy hívnám? Dávid vagyok, sziasztok! Dávid, honnan hívtál minket? Jelen pillanatban Pozsonyból. Pozsonyból? Mit csinálsz arrafelé? Tartok vissza Budapest felé, mivel futár vagyok, és ide szoktam dolgokat kihozni. Azt a mindenségét neki. Jó messzire küldenek dolgokat. És előző életedben mi voltál? Hát előző életemben azt nem tudom. Az a szakmám. Uh-huh. Mi az első dolog, ami az eszedbe jött? Ha az, ami Ferének, akkor nem mondd ki. Ajaj, Dávid. Na figyelj, de milyenek a kérdések, Jani? Nagyon könnyű szerintem. Nagyon könnyű. Barátságos. Mi a rendfokozata a Columbo című amerikai TV-filmsorozat főhősének? Hadnagy. Hadnagy, így van, ügyes vagy. Menjünk tovább? Menjünk. Hány méter széles egy szabványos vízilabda kapu?
Ez jó nehéz. Hát nincs vesztenivalód, illetve van az ajándékcsomag, de mondj valamit. Körülbelül ránézel egy kapura, hogy a közvetítés alatt hány méter lehet? Hát nyilván 17, körülbelül hány méteres adszolod? Ha plusz-minusz egyet mondtál, az elfogadom, de tudom, négyet vagy kettőt, azt elfogadtuk, akkor 3 méteres. Öt az nagyon nagy, az nagyon nagy. Hát a foci kapu azt hiszem 7 méteres, tehát az öt az sok. 3 méter a vízilabda kapu. Jó, hát figyelj. Dávid, legközelebb, jó? Jó, rendben, köszönöm. Játszottunk. Mondom ezt úgy, mintha azt gondolnám, hogy lesz legközelebb. Igen. De hát ha még tudunk egyet majd valamikor játszani. Hát reméljük lesz legközelebb. Reméljük. Mi is figyelj, megyünk kitelepülni a Tusz Gyerával valamelyik helyszínünkre, vagy ha nem, akkor hallgass. Hallgass bennünket, jó? Oké, rendben. Okay, köszi, rendben. Hogy játszottunk. Köszi. Ciao. Szia. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ferének is sok könyve van, csak nem a leszületésről, hanem a lesütésről. Így is van. És mennyivel hasznosabb, tudod? De jó. Mennyivel hasznosabb. Igen. Jövő egy másik hallgató, tök helyes, nyugi, nem szüntök meg. Ti vagytok a reggeli energia. Mint tudjuk, az energia nem vészel, csak átalakul. Valójában reméljük, hogy ez lesz. Így van. Csak kérdés, hogy mi végén. 3:10 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 múlt, pontosan 3 percen mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Egy ingatlanos leányzó Zsanett kiírt egy nyílt levelet a Facebook oldalára, felhívtuk, hogy meséljen nekünk kicsit arról, hogy miért sajnálja ő azokat, mint ingatlanos, ami számunkra meglepő volt, és egyben nagyon helyes, azokat, akik albérletbe szeretnének költözni, és hát egy kicsit kifakadt, hogy nem könnyű nekik, sem, illetve nagyon magasak az albérlet árak, és kellene valamilyen összefogás, és egy picit segíteni azoknak, akik nem tudják kifizetni az albérletet. Bennünket megérintett az ő levele, felhívtuk, és megpróbáltuk megtudni, hogy ő mint ingatlanos, aki egyébként elvileg a másik oldalon van, miért sajnálja azokat, akik szeretnének albérletbe költözni, vagy éppen lakást venni. Zsanett pedig elmondta, helyes csaj volt egyébként, szerettük szépen. Nagyon szép, szép idők, a kizsákmányolók, érted, aki belcsap. Jót tett az ingatlan szakmának, hogy ilyen képviselőjük is van. Szóval Zsanettel beszélgettünk, valamint a furcsa randikról, és hát elképesztő SMS-eket kaptunk, ugye a történet úgy indult, hogy nem jött össze egy angol srác egy csajjal, meghívta a buliban a kiszemelt hölgyet egy vodkára, nem lett a dologból semmi, majd egy hét múlva ráírt, hogy adja neki vissza a vodka árát, mert hogy ugye hát nem volt sikeres a randi, a lány pedig visszafizette. Mi pedig arról beszélgettünk, és arra kértük benneteket, hogy írjátok meg nekünk, hogy az az embernő vagy férfi, akivel ti randiztatok, mi olyan fura dolgot csinált az első randin, amiből ti már gondoltátok, hogy soha többet nem akartok, vagy nem fogtok vele találkozni. Hát szenzációs történeteket hallottunk. Mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 2 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Na mi újság van, hogy vagy? De jó, hogy nem keresek albérletet. Na miért? Hát hallva ezt. Ja, hogy milyen állapotok vannak. Igen. Én nagyon sokat laktam egyébként az 90-es évek elején, amikor Szexádról felköltöztem, akkor nagyon sokat laktam albérletben. Rossz és jó tapasztalatokkal, de hát, és hogy kikkel kerültem össze, hát akkor nem lehetett, nem volt még a lehetősége az embernek arra, hogy egyedül béreljen, és akkor nem tudom, csak szobákat béreltél, és akkor összekerültél olyan emberekkel. Hát igen, pár hetet csináltuk meg a fura lakotársak témát, hát szenzációs esemesek voltak, az ágy alatt talált csirkecsontokról, és mindenről, szóval jött egy-két jó esemes, igen. Hát én egyszer egy 11. kerületi albérletből akkor költöztem, amikor a főbérlő a mosdót használt a WC-nek. Ne! De nem kis dologra. Ne! Aha, ne! Jaj, Isten. És mi volt az indok? Így kényelmesen? Hát lehet, hogy egy kicsit be volt rúgva. Úristen! Isten, a te fogkefédet használtad. Mindjárt készüljük, Csabikám, csak átsikálok. Mi az én fogkefém? Tedd már le. Na, hívjuk a naphallgatóját gyorsan. Aztán elköszönünk. Csabi jön a kívánság műsorra. És nem elfelejteni, hogy jövő héten turnén vagyunk. Ezekben a formában sajnos az utolsó úgy néz ki. Sopron, Kaposvár, Baja, Eger, Budapest, ezek a helyszínek. Na. Az bizony, jó reggelt, hello! Hello! Hogy hívnak, szia!
Zoli, Zoli, hello Zoli, csak picit rosszul hallak. Na hát nagyon helyes volt az SMS, amit írtál nekünk albérlő, főbérlő témában. Áron a tetőtérben lakik, és ő a főbérlő, de legalább rendes ember, mert Áron alul adja ki a lakását. Úristen, de beteg. Jézus Mária. Zolikám, te lettél a naphallgatója ezzel. Köszönöm szépen, köszönöm. Egy szép kis ajándékcsomagot adnánk neked. Merre hallgatsz bennünket, hol vagy? Egy Őrmosonsokra megyében vagyok futár, és mindenhol az Őrmosonsokra megyében, amerre járok, most éppen Rajkán vagyok. Na jó, hát köszönjük, hogy minket hallgatsz. Küldjük a csomagot. Jó? Köszönöm szépen. Köszi, ciao. Szia. Áron alul egyetlen a negyed, de fáradt. Én emlékszem, amikor ezekére poénakért sasjózsisztál, de igen. Most meg terülsz rajta a legjobban. Most már, hogy már megszoktam, hát, most már örökös tagja vagyok a mikroszkop színpadnak én. A Defekt Duo beválasztott harmadik. Fellépük a Fűre lépni Ihosban. Figyelj, ezek a címek, de milyen? Ádám és Eva, óriási. Na mondd, Csabi, milyen zenék lesznek? Jó zenék? Bridget Jones, legújabb rész, az megvan. Még gondolom. Nem láttam, állítólag jó. Én sem vagyok nagy Bridget Jones rajongó. Azt mondják, hogy ugye nehéz volt újraéleszteni a szingliként sikerre vitt a sztorit. De hogy nagyon nézhető film lett, de én sem láttam még, viszont a zenét azt hozom. Tehát van egy főcímdal, amit Ellie Goulding énekel, Still Falling for You. Jó. Igen, meggyőzött. Jó, oké, Csabi meghallgatjuk. Legalább téged. 555-55-00 a telefonszám. Kérjetek Csabitól a dal, ti pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. It's brand new. We'll be right back.